Szia, botnéző! Hello mindenkinek, csá, és itt is vagyunk, és pereg is a nagy Szex RP. Indulunk is, mint a tolópályás. Regina, nagyon szépen kösz, ma is az ezrest, nagyon szépen kösz. Lőd el, elbem. Gyújtom a gadzsát, vagy mi a fasz, egy gadzsam, rapapam, feeling, papam. Jobb volt? Ez olyan volt, mint az eredeti. Kösz szépen, Nyalex, kösz szépen. Dani, kösz az ezerest, Ricsi a subot, hello mindenkinek, rapapa! Jamaik a feeling! Jó volt? Tízes skálán tudjátok pontozni. Ezt a csodálatos ellövést köszönöm. Kitty, kösz szépen! Kösz szépen, Kitty, a három hónapot! Kifi kafi! Szia, Jokers! Szia, öre! Figyelj, ez mert mit csendet kérek! Az mi van, Dick? Búg, mint egy boiler, mint a tágulási tartály. De egészen a nap, érted, öreg? Kösz szépen, Boska, kösz szépen. Épp mediptálni próbálok, halkat. Fókusszal mi van? Üljetek is, és meditáljatok kicsit. Jó a fókusz, ez tívesen. És teged az miért jobb, ha leülök meditálni, akkor befejezed utána? Hát igen. Na, gyerünk. Jó, figyeljetek egy picit, várjatok, mert szarnom kell egyet, egy pillanat is jövök. Nekem is szarnom kell, be, megvállak még kigyasz, jó? Gábor, Krisztián, kösz szépen! Tap-tap, babáim, 4005, tap-tap! Korgim! Sziasz, öreg, mert beszarok én is. A sajnálom, bazd, mert... Engedd el az izmodat! Én most elengedem, zubogni fog ki fel a nagy pos. Te vagy az a kamera testvérem. Hát mi történt veled, bazd meg? Azt mondják, a sok paszverés miatt van. És kifúj. Egy dugot fújnék már ki tényleg, az az orrom. Felizgultatok? Majdnem jó. Lement az orrom nem ezzel a szarsaggal, amit széthortál a lakás. Ne szarok rá. Na, itt vagyunk, hello! Joker, bazzuk, keresi valamit, mert ez egy hosszú... Figyelj csak! Figyelj, mert Joker, most csak a kétperces pályások vannak itt, szóval én mondom, nálad? Hogy... Igen, szóval ez nehéz szülés lesz. Ez még csak a bajudás. De öreg, én már nem tudok szarni. Siha, kösz szépen! Tudod, hozzászoktam a WC gondolatához, és fókusznak azóta kézzel van. Nem megy. Természetben nem megy már, érted? Fókusznak már hétvége van. Szerintem megzavartak a hormonaimat az a meditáció. Na, jó, már le se húztam, ott hagytam neked, tudod, hogy a meleget. De... Hát, hogy a meleget használd még ki, tudod, nem? Húsz már, nőri, nem áll, olyan izé vagy, tudod, hogy takarítom a lakást, de most miért vagy ilyen? Nincs víz a tartályba. Ott a nagy szar. Akkor de vigyázz, mert olyan csúcsos, hogy összepirkálja a picsádat. Azt a kurva! Kukusz. Figyelj csak ide! Lagadt. Igen, mondj. Fejezd már be a búgást, légy szíves, olyan vagy, mint egy ott belejtett vibrátor. Fejezd be a rezgést. Ülj le, lazulj el. Én el vagyok lazulva, bazd meg. És nem meditálj. Látod, mint a rigalánc. Szét vagyok lazulva. Fejezd már be. Szép a levegőt, meg. Utána fújt ki. Ham. Az a ham, amikor a fasz megkapod, akkor sem szoktam, a ham. Sanyi, kösz szépen az ezres. Szájron, kösz a 400-at. Figyelj csak, én el tudnék lazulni most, hogy ketten vagyunk, ide mászol azzal a nagy kuvasz pofáddal. Hát gyere ide, mász rám! Gyere ide, szopkod meg a végét, azt úgy fogsz kinni. Láttál már egyébként bulldogot majonézt tenni? Hasonlítanál rá. Most egy kutyára hasonlítottál? Nézd meg, hát figyelj már ide, hagyd már ezt a hammogásra, oda baszom a gyertyát ott fejedhez. Na igen. Figyelj, mert szabad, hogy én vettem ezt a Pepco-ba ezeket a gyertyákat. Ki engedte meg, hogy meggyújtsátok? Ki gyújtotta meg? Hát várjál, elfújjam. Gábor, kösz az ezrest! És így ki is fújtam a rossz indulatot magamból. Hát, bazd meg, a fújkálni kéne egy darabig. Lebegő nem maradna miért? Benned. Hogyha rossz indulatot kipújod magadból. De a rossz neked indulatú kéne. Vagy, mint egy taganat. Ne haragudjál meg. Na. Csak pozitívan értéket az életet. Kösz szépen, Fecó, az ezret. Jó? Igen? Nincs negativitás, mm-hmm. Csak ja. Pozitív levegőt szívbe. Értelek. Hallottad már, hogy a Delfinek a víz alatt olyan jó emberek? Micsi? Nem hallottad ezt, hogy a Delfinek a víz alatt nagyon jó emberek? Ez most hogy jött idedik? Hát most mondom, ugye, már szemléletet váltok, basszam ki a szabad. Ja, most kukázat. Pozitívan nézed, teljesen jó, nagyon neked jó, egy dolog pozitív, ez nagyon jó. Az a izéd, Covid-teszted volt pozitív, neked utoljára, szerintem.
Nem. Az pont negatív volt, Figyelj csak, téged neked a pozitív volt? pozitivitás nyomogat tégedet? Hát jó Nem lenne, úgy. ha nyomogatna. Ha pozitívan állsz a dolgokhoz, akkor Joker, nyomogathatsz te kapcsold is. már ki ezt. Hát De nem tudom, reggel, érted, bazd meg? De tudod, csak Azért... Kalirus, te halántékon rúgod, egyből kikapcsol. Kapcsold már ki ezt a gyászt. Tényleg De agybérzést öreg, kapok. Mi a érted? passzom Nem történt tudok veled? egész nap, ezt kell hallgatnom, bazd Szabó meg. Péter Ezért Facebook csoportba beléptél, vagy mi a geci? pozitívan, He? mély levegő. Attila, kösz szépen! Info, gyertek sokat, tap. Látod, öreg? Nem bírsz vele. Hát bazd meg. Rászólsz, hogy kussoljon. Figyelj, nem azért fogjuk mondom. a fáját, de már bazd meg, szétmegy a kibaszott fejem, érted, öreg? Meg fog barandulni. Maradj már csendbe, te zsírdisznó! Meg se szólaltam most, Bazd meg. Angolul úgy van, azért mondja, hogy ham, mert angolul úgy van a sonka. Amúgy igen. Rúg fejbe a geszébe, ezt betekerjük a szőnyegbe, azt kibasszuk valahol. Jó, azt mondja, hogy ham, én meg mindjárt azt, hogy bam, érted? Ham, bam. Rakjuk össze, jó? Mit? Kurva idegesítő vagy, nem akarsz elköltözni? De nem mi lett veled most egyébként, de most őszintén. Pozitívan, csak Mobilpox member lettél, vagy a mai mi? Nap csak erről Én? Fog szólni, hogy mindenki pozitívan. Nem, ezt daga. Tanultam, ezt olvastam, ezt hallottam. Figyelj csak, te követed a Pizza King oldalát? Nyerd nem, 2000 viszont én mióta aszpartámentes, úgy itt is szok szépen. Jobban érzem magam, tudtad? Ez igaz egyébként, én is. Lehet, hogy itt ezt ki kéne vizsgáltatni, hogy ebbe a házba az építésanyagok is minden aszpartán mentese. Úristen, csak pozitívan, jó, jó Rózi. Kiskezű csókolom, kiskezű csókolom. Szia, Heki. Dani, kösz szépen az ezeret. Jó, de ki vagyunk pattintva. Hát jó, az, az a pina bevágott, igen. A drágba azért ott... Igen, be is fog szívni téged, elnyel, mint egy fekete lyuk. Hát azért ott még nem tartunk. Azért az... Kisasszony, meditálok halkabban, jó? Köszönöm. Aj, mi Na, vagy te? Na, akkor légy szíves, hallgass-e. Na, mi a helyzet? Hát most szét tudunk minden fajén, jók vagyunk. Idegileg, mert a dagadt itt zümmög, mint egy ott felejtett vibrátor. Nekem öreg egyébként 5 perc múlva el kell indulnom a rendőrségre, csak mondom, mert megértem az Emilynek, hogy segítek neki, mert megkért valamire. Aha. Biztonság technikai kérdésekre kell felelnem és bemutatni én is neki, megyek. Hogy működik a rendőrség, biztos kurva este, hogy jaj, nem de jó, meg. Akkor ketten leszünk. Figyelj csak, Joker, Igen? Nem most sörgött a telefonot, hogy mennem kell nekem is véletlenül? Nem. Nézem. Úgy, nem egyes, Nem, nem csörgött. Nem? Ja, de az egy üzenetet csörgő. Kaptam a csak, rendőrségről. Ő nagyon... De kár! Mennem kell Itt a kórházba. Szögbe léptem, azt tetanuszra kell mennem. Szerencsére pont dokinő vagyok. De nem abban a kórházban. Csak nem. Nagyon feszült vagy. Húzd ki magad. Most már én is beleülnék egy szögbe, jó. Ha érted. Ki vagyok húzva, Figyelj ki vagyok. Én tudom, hogy te ilyen szögekbe de bele szoktál üldögélni. De tarkón is baszhatlak, és akkor de... egy darab szögbe. Igen. Most egészségügyi problémáim vannak. Mondjuk a múltkor éjszakánk az jó volt. Laller, kösz a 2000-et. Basztatok? Aha. Micsoda? Mikor? Igen. Mikor na nekem ne csinálj, hogy akkor mikor itt tanultam Mikor előttem vagy utánam? Közben. Hát ahogy elnézem téged, 20 éve nem pakoltak meg rendesen, úgyhogy... Wow! Hát szerintem van az 30 is. Nézze, milyen görbe a lábúja neked így. Így van, neki számolja. El van vette medve, mint egy kalapácsnyél az a rossz lábúj. Nézd nekem meg, hát az új kérdés. Nekem szűganuncim, tudjátok? Megengeditek persze, mert 30 éve nem nyújtak hozzá. Figyelj, mert a tévét behajtanák a lábad közé, meg se éreznéd. Eldöntöttem, hogy fotózt teszek, képzeljétek el, fotós akarok lenni, és mostantól... Most kicsit megharagudtam rá, tudod, mert bent az SMS, azt le akarod tagadni. Várj, előveszem a telefont, az nagyon nagy. Úristen! Baj! Hát miért van pixaga a nyakadnak, bocsánat? Várjátok, innen is egyet, jó? Ne engedd el! Most fakíti! Ne engedj el! Igen? Bazd meg, akkor átjövök ide, várjál. Az igen, nagyot megy. Most nézem, hogy itt bazd meg, mekkora pattanásod van a rákod gyomrod. Tehát ez már egy pekély, egy lövészárok, fiam. Hát ez mi? Mert kiszívtad és elfertőződött. Azt szólt, kiszívta ki? Jó, ez egy ilyen ilyet is szeretnék. Így? Nyomom. Szuper streamer vagy apám. Várjál, ölej meg, légy szíves. Atyám. Jó, figyelj meg kicsit azért, most álljatok már le, bazd meg. Az igen! Amúgy ezekből képeket... Ezt kifogom betenni. Hogy elvesztek a fotós iskolába? Nem fogom kereteztetni. Mutatok. Mondjuk az igaz, hogy a barbarácskán kúra sokat kell még dolgoznom, hogy jól nézzen ki a képen, mert azért az öreg az feljavítja itt az életéséget. Ez nem zsáblámpa, kisrágom. Hát akkor ez mi? Ez a passz, tudod? Ne itt basszatok, légy szíves. Miért ne? Mert... Ja, semmi.
Emőter, köszi szépen a reszubot, köszi szépen. Szégyelős vagyok. Jó. Oké, meg vagyok. Oké, ja, hát igen, nem vagyunk napra készek, az biztos. Jó, és akkor 6 centi elég? Ezt szeretném a megtárgyalni. Ez nagyon tetszett, ez a nem zseblámpás dolog. Hát tudom, figyelj, csak én elhiszem, hogy tetszett neked, de most már az én kedvembe kéne járni, mert tényleg azért popál lesz-e baszba, mert állandóan te picsád vagy. Szerintem meg az én kedvemben kéne járnod. Mert? Hát mi az, hogy mert? Azt tudod, hogy megbasztam a múltkor a doktornőt, a másikat. És ugye? Miért? De véletlen miért? Véletlen volt. Véletlen. Mi az, hogy véletlen? Kézzed, mentem be a szobába, azt egy citromkarikát így összenyomtam, hogy majd belerakom a koktélomba, az belement a szemembe. Mondom, segítség, belőttem az ajtón, a kilincsbe belakadt az övem, lecsúszott a nadrágom, és hirtelen fölállt a passzom. Az meg ott pucsított, és oda sétáltam, és bedokkoltam. De miért kellett megbaszni? Most mondtam el, hogy véletlen volt baszni. De mi? Véletlen? Hogy lehet megbaszni? Most mondtam el. Sétálni, hogy sétálni, azt majd véletlen beleesek pár faszba. Hát én elmondtam, hogy hova megyek. Volt. Isten látja, viszont, lelkez. Én is véletlen. Isten látja, haladjál, köszöngetsz, meg induljál meg magad előtt. Ne dumáljál már, nem ért? Hát Geci, beszélgetünk, éppen magyarázom a történetet, ne vágjatok már közben. Csak Léci, öreg, nekem mennem kell, csak azt mondani, hogy szia. Kérek egy puszit, nyárd meg a makkom, még a valami. Szia, öreg. Jaj, szia. Sziasztok. Vigyél puszit, úristen. Figyelj már ide, Barbara. Igen? Nem tudnám bevinni ezt a malacot hozzátok, hogy bemegy is. Öreg! Szia, Joker. Szia. Azért ki ne nyad már a seggét, haladjál már, fasz ki a bárbarát. Szia, öreg. Nyalizsgál. Lehet, hogy el kéne intézzem tényleg. Szia. Ugye bemegy hozzátok, az beadsz neki valami kerozint, vagy passzom. Szia, öreg! Szia, Joe! Szia! Na, szóval ott tartottunk, hogy neked kell engem kiengesztelni, az a helyzet, tudod? Mert itt véletlen megbaszod a nőket, hát akkor most engesztelj ki. Jó, nagyon megbántott engem ez a múltkor. Nincs de! Figyelj csak, bocsánatot kéne kérned, neked basszam ki a gyomrodat. Miben meggyanúsított engem, most meséltem el, hogy milyen szerencsétlenségek sorozata volt. Igen? Igen? Bocsánat, szia öreg, kettő, meg nem tudok kiállni. Állj már arrébb azzal a szarral, légy szíves. Jó, Barbara. Úgy is megyünk. Hova megyünk? Gyere, majd meglátod. Meglepetés. Pinapiram is van benne? Mert csak akkor érdekel. Nincs. Akkor nem megyek. Faszom bele. Marci, kösz szépen. Na jó, van, szegéd azt a patádat, azt haladjál picsába el. Neked van patát. Miről beszélsz? Nézzél már tükörbe, hogy hamarodsz. Jó van, téged nem kérdezett senki szájba, abba a kocsiba azt takarodja. Gyere, légy szíves, mert nem vagyok rá kíváncsi. Figyelj, mert neked honnan telik ilyen gépjárművekre? Én dolgozom, tudod? Nem, figyelj. Ilyet még nem csak nem a kórházban, mint a dokinőd. Az is dolgozik, az jó erőben van. Több lábon állok. Az is. Szia, Joker! Az két lábon áll, az biztos. Kösd be magad, légy szíves. Ne vagyok kötve. Szia, Joker! Szia! Úristen, öreg! Kigyél meg egy szerelmes levelet! Marci, kösz szépen a 400-at! Figyelj csak ide! Szóval szeretném a bocsánatot kérni a vádaskodásért, mert ez egy véletlennek sorozata volt. Szeretném, ha te ez az egészért bocsánatot kérnél, tudod? De én ártatlan áldozat vagyok, nem fogod nem? Nem vagy áldozat, ez már nem az első most volt. Most figyelj! Kezdesz idegesíteni. Ne beszélj ezt. Így velem, jó? Meg lesz az első családon belüli erőszak. Oda baszok egyet. Bár meg erőszak volna. Nem, ez más típusú. Monokli, meg ilyesmi. Azt akkor most szeretem. Hova viszel? Ha? Hát, majd nem sokára meglátod. Figyelj csak, én érzem a köztünk húzódó szexuális feszültséget. Nem hajolsz rá egy kicsit? Bohócra? Nem. Gréta, kösz szépen a szubot! Nem, mert még nem érdemled meg, tudod? Még az éjszakáimat se kaptam vissza egyébként. Még azt se sikerült visszaadnod. Nem, azt hittem, hogy te vagy az, csak a másik dokinő volt. Azt... Aha, pont ugyanúgy nézünk, igaz? Nem láttam, mert szemembe ment a citromlé, most mondtam el. Bazd meg, nem figyelsz? Kéne nyomjam a szemeidet most már, nagyon kiakasztottál. Tudod, mit nyomkodjál? Sajátodat. Nem, nem. Megmondom őszintén, én arra gondoltam, hogy kinyomom a szemem, hogy te legyél az utolsó emlékem, amit láttam. Jó, ezt megcsinálhatjuk, látod? És aztán legalább nem nézel rá több nőre. Ez a baj, hogy... Az a baj, ez hogy... Ez egy nagyon jó ötlet, ez nem baj. Nem, legalább nem nézel rá több nőre. Szerzünk majd a faszodra is valamit. Az a baj, hogy az a dokidőnek olyan pinálja van, mint a fekete lyuk. Ez minden beszippan, messziről, bonz, érted? Persze, hogy olyan, mint egy fekete lyuk, hát már szétpakolta a félváros.
oda nyúlsz a szó, mint a lobat etetni. Érted? Akkor miért basztod meg? Az enyém olyan szűk, mint egy kisbabáé. Na jó, de hát ez nem egy rossz tulajdonság. Érted, hogy... Hát mint melyik? A szűk vagy a tág? Hát mind a kettő jó. Kiválogat a mai de világban. De a tág mire jó? Barnabás, kösz az 5 perc. Hát harangozol benne, belekiabálsz, azt visszaköszön a visszhang. De onnan hálásabb, tudod? Igen? Nem tudom, mi lehet abban a hálás egyébként. Az ilyeneket írtál le egy labda, mert az olyan nincs kedvem ilyeneket hallgatni. Bassza a fülemet. Figyelj csak! Neked van kedved hallgatni valamit? Mit? Kérdezem. Mi mit hallgassunk? Hát valami zenét. Hallgassatok inkább, így van. Énekelj már valamit. Nem, szeretném, hogyha csengőbongó hangomat hallgatnád. De énekelj már valamit, Dick. Na, gyerünk. Egy izé szerenádot kell adnod nekem. Nem, te fogsz nekem. De na, most bazd meg, az miért a helyzet... rompasz állandóan, szomorodjál meg! Felidegesítesz! De velemi nem beszélsz, igaz? Hát dehogy nem. Hát szállják ki! És ilyen szarkocsiban meg ne lássalak még egyszer, mert pőpapoznak. Jó. Jürgen, kösz szépen! Majd veszek akkor egy drágábbat, mert ugye én tudok. Na gyere! Én is tudok venni. Mit, levegőt? Mert? Az probléma? Te nagyon nagy képű lettél te. Figyelj nem, csak. ezt te tetted velem, tudod? Ezt te okoztad. Elbacszálva magad. Na, gyerünk már, szedd a lábad. Barnabás, kösz szépen a szubat, Jürgen, kösz szépen. Tap, 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 babáim! Na, most itt szépen nyisd ki nekem az ajtót és engedj be. Márjál, mert most megint citromlé van a szememben, de most viccen kívül. Kárlító, kösz szépen az ezrest. Most akkor véletlen engem is megbaszol? Nem, hát most... Végre. Nem, most nem áll a faszom. Ja? Na, kibertem. Urad. Jó, nyisd ki az ajtót. Igen? Már egy picit, mert tényleg rossz a szemem itt. Jó. Most nagyon rossz. Úristen. Most téged se látlak, te amúgy itt vagy? Itt vagyok. De ki tudsz sétálni az ajtón? Hát ki? Nézd meg. Akkor gyere ki. De mi vagyok én, te itt most itt sétáltatsz engemet? Te úgy normális vagy? Minek néz engem valami kubasznak? Kisfiam. Ha? Tessék? Gyere másik átorba, mutatok valamit inkább. Nem. Ide le fogunk ülni szépen, engem vacsorázni hoztál ma. Figyelj már ide. Hogy lehet ilyen erőszakos valaki? Jó. Figyelj csak, bemehetünk ide most már. Bemehetünk? Jó, ott persze. Romantikusabb. Menjünk, jó. Persze. Már egy picit. Nyisd ki az ajtót nekem. Nem, te fogod nekem kinyitni. Jó, addig nem megyünk be, amíg nem nyitott ki az ajtót. Na, most induljál meg, légy szíves, felvétel! Te már popátlan vagy, milyen felvétel? Hát ez az, hogy milyen felvétel, ami ki fog kerülni. Álljál le. Na, gyerünk, nyisd ki. Na jó, van, bazd meg. Köszönöm. Tessék bepáradni. Nagyon házi szépen sárkány. Köszönöm. Maga egy igazi lovat. Maga meg egy kibaszott sárkány. A puci! Na, válasz asztalt, jó? Én válaszok? Akkor te ülj ide. Ide. Együtt fogunk ülni. Erre a székre ülj le. Nem. Én meg odaülök arra az asszal, arra a székre. Jó, melyik? Hova? Mindegy, bazd meg, ülj le valahova. Ez jó lesz? Én már ide leültem, jó napot. Akkor most légy szíves, álljál fel és húzd ki nekem a széket, majd told be, miközben ülök le. Figyelj csak ide, Barbie. Igen? Tényleg kezdem elveszíteni a türelmemet. Na, gyerünk. Pinádot mi kell engesztelned ma? Megpofozom a pinádot. Ha bár pofoznád. Na gyere, szomorítsál meg, hát tényleg tönkre tesz idegileg. Tessék, kihúzom a széket. Jó, akkor most tolhatod, mert csücsülök. Istenem, igen. Köszönöm szépen. Na, figyelj csak. Igen? Hallgatom, hogy mire fogsz meghívni, mert most szóval, hogy te fizetsz. Ja, ne. Te fizetsz, nem. De ne, most ne fizettem szokassál, én mert... eleget. De... Fizettem én eleget, úgyhogy vedd elő szépen a bankkártyádat, a pénztárcádat, nincsen. Amit van, úgyhogy ezek te nincsenek. Fogod állni az estét. Az hát én... akkor gyorsan kerítsd elő, mert úgy tudom, hogy a dokinőnél volt. Figyelj már ide. Nem is értem, miért cseréltél le? Miért kell neked egy másik dokinő, ha itt vagyok én? Mert valamiért ilyen egészségügyi dolgozókkal kapcsolatban érzékeny vagyok. Aha, ez, egy, aha. Ez még sosem meséltem el. Aha. Ez egy gyermekkori trauma. Tudod? Hallgatlak. De még nem vagyok abban a helyzetben, hogy elmeséljem. Elmeséljem? Igen, meséld el. Jó, akkor otthon voltam, tudod? Anyám még nem voltak otthon. És kedvenc mesém volt az Aladdin. És beraktam a kazettán. És a Jászmin hercegről regyáloztam mindig. Arra rángattam a pélot. Azt, hogy hol volt doktor?
Mert most mondom, hogy egészség... De... Igen? És akkor kivettem, és gondoltam, hogy megállítottam, ahol a Jászmi hercegnő van, és hozzáérintettem a szalaghoz a pélót, tudod? Aha. Rátekeredett a szalag. Érted? Értem. És így kórházba kerültem. Miért? Elszorította a vérkeringést? Igen, és ott volt egy nagyon kedves dokinő, akinek pont ugyanolyan hangja volt, mint a másik dokinőnek. Tudod, nem mindenki. Aha. Aha. Fekete haja. Miért? Mi bajod az én hangommal? Hát bazd meg, semmi, csak üveget lehet vele vágni, de amúgy minden pasza. Mi az, hogy üveget lehet vele vágni? De most már pedig rád borítom az asztalt, bazd meg! Amit valaha hallottál! Figyelj csak, először is... Nem, te figyelj! Elmondom a sorrendet! Igen? Az első helyen a legszebb magyar szavakat fogom felsorolni. Ingyen, kedvezmény, pénz, és csak utána jön a pina. Szóval... Már eleve nem lesz az első helyen, de rád borítom az asztalt, ha pőlidegesít el. Hát de figyelj, már nálam ingyen pina van. Az nem jó? Hát... Figyelj, csak egy darabig izgalmas, de aztán pedig... Olyan, mint a szar. Érted? Szaga is olyan. Aha. Folytatnád a sztoridat egyébként? Mi az, hogy ő fontosabb, Bazi, köszépen, mint én? Bazi, kösz szépen, Kálito, kösz szépen, Szilvia, mondd már az egy mindent. Dodót. Évek óta elnézek neked mindent, és komolyan egy ilyen büdös kurvával állsz össze. Miről beszélsz? Az egy csodálatos nő. Hiába. Csodálatos nő. Aha, igen. Csodálatos és tudod, nő. És tudod, mire gondoltam? Több fasz fogott, mint kilincset. Bazd meg. Hát gyakorlat teszi a mestert. Kit érdekel? Ja, értem. Jó, jó. Hát akkor elmegyek én is gyakorolni, jó? Menjél csak nyugodtan. Azt hiszed, hogy ez a penyegete? Ha? Mindjárt pölugrok, azt gigárunk le. Figyelj, de alvilági kapcsolataim vannak. Ne akart, hogy eltetessem láb alól a dokinődet. Na, azt nem szeretném tényleg, nem. Na, akkor, akkor a viszont neki, mint többet a méz. Nem találkozhatsz vele. Olyan, mint a méz, vagy, tudod? Vagy megbaszod, és meghal, vagy nem találkozod. Nem találkozol vele, és túléli. Válasz. Most erre ezt meg tudjuk pelezni közönség segítségében, vagy telefonálhatok egyet? Nem, nem telefonálhatsz. Sőt, kitörled a telefonszámát a telefonodból. Én hamarosan meg fogok rád haragudni. A faszomat nem, nem haragszol meg. Utána kihúzom, megnyálazom a tenyeremet, akkor a pofont lebaszok, hogy kiperd a falat, azt elszaladok. Mert most már ezt ide tetszik, csak ne szaladjál, jó? Mert most már megmondom őszintén, hogy itt tartunk. Érted? Jó, figyelj ide, egyébként el szeretném mondani, az egyik ok, amiért ide hívtalak, terves hogy ja, nem? Nem jött meg a menstruációm. Hát, az szarügy. Az jó, hogy nem basztalak meg akkor. De, igaz? De, a múltkor együtt voltunk. Emlékszel, mikor ott aludtam nálatok? El kell ja, igen, nekem lassan oda költözöm, már összepakoltam a múltat. Jó, álljunk meg, álljál. Egyébként itt van a táskában a bőröndöm. Viszont, hogyha terhes vagyok, akkor tényleg el kell menned feleségül. Figyelj csak! Igen? Most le fogsz döbbenni. Szeretném, igen? Hogy ezt komolyan mennéd, jó? Nekem igen? Is be kell ballanom valamit. Igen? Nekem se jött meg. Hát... Figyelj, már öreg, itt megint döntened kell, ezt úgy látom. Figyelj már ide! Lesz gyerek, nem lesz gyerek? Senki igen? Nem tudja, és nem mondtam el senkinek. Igen? De én nőként születtem. De most tényleg engem akarsz átverni, aki kívülről, belülről ismer? Nem hazudok neked, én nőként születtem, és átoperáltattam magam. Aha, férfinek, aha. Úgy hívnak, hogy Kafka öreg. Érted? Szóval tőlem nem lehetsz terhes, te kurva. Ki volt te engem az? Ne kurvázzál, te engem ne kurvázzál! Majd én azt eldöntöm. Te hogy beszélsz velem? Hát minden vizsgálatot elvégeztem rajtad. Szerinted amikor a karácsonyi buli után együtt voltunk, az tejföl volt, ami jött a faszodból? Figyelj csak, meddő vagyok. Nem. Cisztán van. Hidd el, hogy mindent kivizsgáltattam teniszkönyököm. Rajtad. Teniszkönyököm. Gerincferdülésem. Ádám csutka gyulladásom. Pikkely sömöröm. Bokasüllyedésem. Szemtengely perdülésem, ornyereg orpolipom, mandulatgyulladás, és... Te vagy egyébként a legmegfelelőbb alany, akivel találkozhat az emberiség. Azt szeretném, hogy az összes gyermekem apja te legyél. Már egy picit ki kell mennem, bocsánat, rosszul vagyok. Hogy? Elnézést. Jó estét. Micsoda? Mi a baj? Szia! Há, hogy vagy? Ülj le ide, meghívlak. Foglalj helyet, kérlek, drágám. Szia! Foglalj helyet, szia! Jól vagy? Ne foglalj helyet, éppen randevúzunk! Már megint elezabáltad magad, mekkora gyomrodban, bazd meg!
Nem a babákat várom, mi az, babátokat, hogy gyereket persze akar tőled meg? Nem, a te, nem a te gyereket. Figyelj csak, tudod hányan akarnak gyereket? Mit csinálsz itt ezzel a nővel? Itt dolgozok másodállásban, pohárszedő vagyok, bazd meg. Megkérte a kezemet. Mi az, hogy megkérte, jó napot, főnök, itt van. Látod? Jó, mi jövök, hív a főnök, bocsánat. Mi az, hogy megkérted a kezét? Mit csinálsz itt ezzel a nővel? Zsuzsi, kösz a 2000. Figyelj, most mondom, hogy el tudjanak tartani. Pohárszedő vagyok ebbe a kurva étterembe. Most jöttem dolgozni. Mégis itt vagy ezzel a nővel, aki azt állítja, hogy gyereket akar tőle. Figyelj! Hát te terhes vagyok. Így van. Ő terhes, de nem tőle. Én is terhes vagyok, amit látod, képzeld el. Igen, csak én tudom, hogy beszéljétek meg, mindjárt jövök. Nem, nem, hova mész? Nem. Csak a főnöknek szólok, hogy... Nem, nem is itt dolgozol, ide randogúzni. Nehogy nem, Sintért hívjanak, mert beszett kutyák vannak az étteremben, azok pedig ti vagytok. Mi az, hogy ezt a nőt hozom ide randogúzni? Mi az, hogy ezt a nőt? Dolgozni jöttem, bazd meg. Nem is foglalkozol meg semmi. Figyeltek csak. Én vagyok a szerelme. A mennyasszonyam vagyok. Én vagyok a barátnőd, a gyereked anyja vagyok. Jó, figyelmet kérek, hölgyeim. Itt a hormonok már lassan lapáttal kell. Foglaljunk helyet, beszéljük át, jó? Foglaljunk helyet, legyünk szívesek, és a beszélünk. Én ezt nem értem, Hector. Toastot szeretnék mondani, foglaljatok helyet. Légy szíves. Foglalj helyet, légy szíves, te is, jó? És akkor most mindenki bekussol. Én biztos, hogy nem ülök vele egy asztalhoz. Mondom, üljél le! Mindenki befogja, akinek pinálja van. Te mióta csinálsz nekem programot, ne haragudj! Üljél le, mondom! Mert beszédet nem akarok mondani. Nem. Figyelj csak, te nagyon egy nyakas vagy, de ott baszok jó rád. Csókolj meg és leülök. Nem tudlak megcsókolni, mert herpeszes vagyok. Mi az, hogy csókoljon meg, amikor az én párom? De nem mondta, hogy csókolja meg, azt mondta, hogy pókolj meg. TSN. Teamspeak-et használt. Ja. De Hector, nem vagyok süket, értette, vagy azt mondja, hogy csókolj meg. Csókolj meg! Most nem tudok csókolózni, mert csókolj nagyon... Csókolj meg! Várjatok egy picit, nagyon kell szarnom. Most érzem az meg. Csikora most, belem. Elmész, tudjátok, sabanyokkához szeltettem. Most már magyarázd meg, hogy mi ez az egész, mert egyszerűen belebolondulok. Másodperceken belül szétposom az egész berendezést. Nagyon rosszul vagyok, hánynom kell. Szarnom kell, segíts. Mindjárt jövök egy pillanat. Úristen, szájon át foglak lélegeztetni, nem mész el? Várjál csak a mosdót. Jó napot, főnök, itt a pohár szedő. Nem gondolod, hogy itt hagysz? Nem hagylak itt, bazd meg, de na, pénz már... Na, hallgatom a tosztod, hallgatom a tosztod. Várjál már egy kicsit, bazd meg, álljatok már le! Nem látjátok, hogy mennyit gurizek, hogy itt legyen az őszi barát kompor? Nem is itt dolgozol, nehogy ide jöttünk vacsorázni. Várjátok egy picit, tényleg szarnom kell, ezt kibírjátok. Jó? Beszoktál szarni, nem tök mindegy. Biztos, hogy nem hagylak magadra itt most ezzel a nővel, mert ahogy látom, mindenre ráugrik, azért kerekedett így ki. Figyelj csak, jut passz mindenkinek, ne aggódjatok. Pillanat is jövök. Főnök itt van? Na jó, figyelj, de állj meg, légy szíves egy kicsit, most elintézek egy telefon, de mire visszajövök, ne legyen itt ez a büdös kurva. Jó. Hector, elnézést, mi ez ez az egész, magyarázd meg, bocsánat, kérlek. Is az, hogy... Ez a kibaszott hűtős rész, magyarázd ja, meg, tényleg, kérlek, hogy mi volt ez az egész. Azt hittem, ez a mosdó. Mert nem mondd már a pőröknek, ide szoktam húgyazni, amikor nagyon kell, hogy ne kelljen kimenni. Jó, az engem nem ér nekem, mi volt ez az egész, Hector. A közös gyereküket várólasom, ma most nézd, hogy egy másik nővel vagy itt. Jó, figyelj csak, gyere velem, jó, ülj le, légy szíves. Mert tudod, látom, hogy izé van, tudod, gyomrod már tele van. Te nem tudom, akarsz még enni? Nem vagyok én, és kibaszottul ki vagyok puk, vagy egy kibaszott másik nővel. Gergő, köszi fel. Nem értem, hogy mi ez az egész. Öreg vagy már pofán, nem tudom. Figyelj csak, nem szabad itt sírni, meg rángatózni, mert kindertojást pőrázod. Gyere, üljél le az asztalhoz. Hát ne sírok, mert egyszerűen velem nem is foglalkozol más nőcskékkel, jössz ide randevúzni, holott lassan megszületik a gyerekük. Figyelj csak, elmondok neked valamit. Én nem randevúzni jöttem, mondom, hogy itt dolgozok. Érted? Bejelentve minden. Bejelentve dolgozok. Mi az, hogy megkérted a kezét? Hát azt kértem, hogy fizessen. Ezért kérem a kezét, hogy érintse oda a bankkártyát. Félreértesz mindent, bazd meg. De mégis azt akarja, hogy megcsókol, meg gyereket akart tőle, azért akart, nem megcsókolni akart, csak látta, hogy szükségem van, mert félre nyertem, és heimlikfogást akart alkalmazni, mert félre nyertem. Foglalja helyet, légy szíves? Na. Jó, de mi az, hogy gyereket akart tőled?
Nem gyereket akar, hanem kereket. Mivel tudja, hogy gumisnál dolgoztam 10 évig. És tudod, mondta, hogy a bicikliért leeresztett a kerék, és hogy kereket akar. Mondom, de nem vagyok süket, Hektor. Háromszor is elmondta, hogy tőled akar gyereket. De rosszul hallottad, bazdmeg, a terhesség már füledre húzod, a tő vagy vizesedbe, bazdmeg. Érted? Tudom, hogy süket vagy, bazdmeg, nem azt mondom, hogy menj el a vécére. Nem tudok most elmenni a vécére. De kurvára menj el a vécére. Mert itt megvárjál, jó? El kell mennem vécére, szarnom kell, jó? Egyébként 5 perc, addig szedd össze magad, de popán baszlak. Ne hisztizzél! Megmondtam? Nem hisztizek, szimplán csak szeretlek, amit te nem hisztizve! Gyere vissza, Hector! Hát elmehetnék szarni a kurva életbe már! Szarnom kell! De nem érdekel, szard össze magad, leszarom! Akkor is magyarázatot kérek! Jó, figyelj csak, most mondtam el mindent. Mit nem értesz? Há? Az, hogy ki ez a nő? Nekem ne hazudozz! Unokahúgom. Apai ágról. És a unokahúgodnak... Unokahúgom. Értesz? Jó. Na, ez igen. Sikerült hangszint változtatni, oké. Figyelj, megmondtam, hogy kereket akar, nem gyereket, te nem tudom, mi van a hallásoddal. Mondják, hogy a szopás süketét, nem tudom, igaz-e, de hogy érted, mi van. Kérlek, hogy üljél le, mert mindjárt beszarok, jó? Tedd de meg. Akkor leülünk és megiszunk valamit, nem hagysz most itt megbeszéljük. Á, most nem. Figyelj, a szar egye ki a lyukamat. A szar egye ki a lyukamat, hogyha itt hagylak. Görbüljek meg, holnapra a daganat szakítson szét. A jó Isten áldjon meg 5 szarval. Hát akkor gyere és beszéljük meg oda bent. Rendben, csak azért elmennék szarni előtte, hogyha szabad, jó? Kis kezit csókolom. De nem sokáig tart. A szarás? Az nem. Nagyon gyors lesz. Ki vagyok tágulva hát, már 5 újjére. Nem a szarás, hanem a... majd megbeszéljük. Ja. Charlie, kösz a 33 hónapot. Figyelj, mert nem tudod, hol van a mosdó, mert én dolgozok itt, de... Így a főnök, így beszélgetek a rokodaimban, nem fog kifizetni hát, ma. Hát őszintén nem tudom, fogalmam sincs, most járok ki, talán másodjára. Na foglalj helyet. Keresd már meg azt a kibaszott WC-t. Nincs WC az épületben. Kinti WC van, pottyantós. Tudod? Figyelj, jó vagy? Igen. Na ennek örülök. Kicsit szóval, megnyugodtam. Na hál' Istennek. Ha nincs meg a vécé, akkor keresd már egy olyan helyet, ahol nincs ott ő. És akkor ő figyelj, biztos, csak... hogy csak az unokahúgod? Persze. Hozok egy üdítőteket, jó? Maradj itt. És szeretsz engem? Micsoda? Szeretsz engem? Jövök egy pillanat. Figyelj már, öreg. Ilyenkor nem tudom, hogy zenét, milyen zenét kapcsolj már, vagy nem tudom, nem bírom idegekkel van. Nyugtatót kell szednem, hát ez a két nő, ez kikészít. Jó, van maradja, mert Pinát nem látta életedben, most tisztelettem. Pussolj már el, fogd be. Szerintem meleg vagy. Jobb kéz, baszogatod. Neked, nem neked van két, ja, ezt nem neked mondtam. Ez csak ennek a pickónak mondtam. Nem elég egy belőled, bazd meg. Én figyelj, én most így van, terjeszkedésben vagyok. Tudod? Fölépítek itt egy családot. Hát leszünk bajban, na figyelj ide. Olivier, köszi szugat. Kezdj ezekkel a csajokkal, bazd meg. Rohadjak meg, bazd meg. Nyugtatót kell szednem. Péltékenységet hallok hangodba. Hát sipálkolnak, bazd meg, vonyítanak. Hát bazd meg, találkoztál már nővel? Hormonzavarok, izé, passzom. Hát dehogy nem. Mindegyik ilyen, bazd meg, visít állandóan. Mindig valami bajuk van. Az ilyen hülyéket, bazd. Passzom tele van belük már. Érted? Jó, hát... Kicsit vegyen lejjebb a hangerőből, nem tudom, jó? Zavar nagyon. Hát akkor... Mit csináljak vele, bazd meg? Bazd meg, te vagy a férfi, nem te vagy itt a kemény. Az igaz. Szia! Hozzatok valamit, kiskezi csókolom. Hát, a szeretetedet szeretném. Az enyémet? Rendben. Rázol a keverbe jégkockával. Igen. Na, figyelj csak ide. Látom, hogy meg vagy szomorodva. Meg vagy szomorodva, igaz? Sírsz is néha? Igen. Kicsit sírsz? Vagy nagyon? Hát jó. Most az előbb nagyon, de néha szoktam kicsit, mert hiányzol és szeretnél. Öreg, azonnal gyere velem túlszal, úr, és ezt bevetés, vörös kód 35-49. Vigyázz magadra, életem! Szia! Az Isten megbassza már ezt az egészet, Joker. Gyere, hát túlszal, van egy kis probléma. Tegyed már azt a csontos lábaidat.
Elmondom, mi lesz, készülj fel, jó? Barbara élete veszélybe forog, elrabolták, jó? Ne fogják hőni, és téged kért a Barbara, meg az elkövető. Főleg Borteus, az elkövető. Borteus, kösz szépen a 10 szórapot, tájszol a 200-at. Hát nem mehetünk, ki kell fagyizni. De majd mindjárt mehetünk, Jézus, de amúgy polgármester azt a kötelesség. Engedj el, ezeket fel! Engedd el, te! Ezeket fel! Ott van fent öreg, téged vár! Mi ez semmit látod? Le! Gyere, elkaplak, gyere, vagy nem! Jó napot kívánok! Ezeket fel! Hol van az a szemétláda? Dobj el a most fölmegyek a tetőre. Kárlítok össze az ezerest. Akarja feljönni, inkább valami mást akarok tőled hallani, te állat! Segítség! Viki, kösz szépen az 1 GBP-t. Jó napot, uram, mi a probléma? Na halljam csak! Nem tartozol te nekem valamivel? Öreg, ha? Figyelj csak, először is ne tegezzél. Löveg, a nevem Löveg. Még egyszer mondom. Löveg. Ki a geci majd? Majd mindjárt megy itt egy löveg itt a kisasszony fejébe. Beugrik. Igen. Figyelj, most mi az a stressz? Igen. Valamivel te tartozol nekem, nem gondolod? Azt sem tudom, ki vagy. Jól van, semmi baj. Végül is ott a klubban, amikor találkoztunk, akkor egy kicsit köcsög voltál, de semmi baj. Hát most mondd már a sztorit, mert nem emlékszek rád. Tibor, nem tudom, mennyire emlékszel egy bizonyos kocsmára. Hát emlékszek, igen, és? Na, igen. Mi történt? És nem egy köcsög voltál? Hm? Nagyon rendes voltam végig mindenkiben. Ugye? Tibor, köszön 400-at. Lali barátoddal megkértetek minket valamire. Igen. Hogy téged szopott le a Lajos? Úgyhogy szemét voltál, és megmondtam, hogy figyelj milyen helyzet. Figyelj csak, én hogy valamivel őszintén tartozol nekem, szóval... Miben? Igen? Azon mondjad, mi kell. Találd ki magadtól, hogyha nem tudsz rájönni, kisasszony búcsúzhat tőled. Hector! Figyelj csak, egy marék diadnás cukor van a jobb zsebemben, nem tudom, abba ki tudunk egyezni? Na ide figyeljét a szemét. Valamit teljesen elvesztettem, az egész életemet, a motoros klubot, mindent. Miattad raktak ki, te szemétláda, mert kényszerítettél. Érted? Hogy ott a Lalinak a faszát leszopjam, te szemétláda. Nem érdekel. Miért te leszoptad a Lalit? Úgyhogy halljam. Hát de ő szopott le téged, nem? Vagy te is leszoptad? Hát akkor végül is. Egy-egy. Kölcsök egy örvíz. Feregálba vagytok, nincs semmi gond. Hát akkor... Ez miatt teljesen mindenemet elveszítettem. Lehet, hogy repetát kérsz? Lajostól? Nem. Akkor mit csináljon, bazd meg? Akarok valamit hallani, hogy... Igen? Ugye tartozol nekem ez miatt, mindenemet elveszítettem. Van egy javaslatom, hogy most itt először is nyugodj meg, eresszük le a fegyvert, meg tudjuk beszélni. Kedvenc számodat elénekeljen? Mondjad, melyik az? Nem dalt akarok hallani tőled. Hát akkor más mi a geszi? Mert a kisasszony feje nagyot fog locsanni. Barbi, hallgass, figyelj, fejezd már be, mert tényleg, bazd meg. Felidegesítesz. Nézd meg az égi sírmáit. Mit szeretné hallani, ezt lehet tud mondani, bazd meg? Nem tudsz magadtól egyszerűen rájönni? Hát ennyire szánalmas, a hülye vagy. Mit akarsz tőlem, bazd meg? Elmondjam. Igen? Ennyire még sosem figyeltem. Hát... Köszönjük a doktornének az eddigi szereplést. Elvalószínűleg ez nem. Mit akart hallani? Ti tudjátok? Őszintén. Nem akartam. Úgy szeretném meghallani. Írták, hogy nem! Tap, babáim, meg tudjuk csinálni, remegek! Nem, biztos nem van a megadok idő. Azt nem történhet meg. Az, hogy a happy end. Nem. A doktor nélkül nincs RP. Nagyon jó karakter. Megmondom nektek őszintén. Bocsánatot? Azt nem hiszem el, hogy azért. Segítség! Dobj el a fegyvert. Hector! Elnézést, fiatal ember! Jó napot! Mi a baj? Tiszteletem! Elnézést, ki maga? Üdvözlöm! Hall engem, jó napot, uram! Segítség! Miattad veszítettem el mindenemet, és nem emlékszel? Nem. Igen? Ki vagy te?
Szia Barbie, jó vagy? Ha? Igen. Na akkor gyere le onnan, mert popán baszlak. Ne bőgjél. Köszönöm, hogy megmentettél. Na, jó, itt most letérdelsz azonnal. Most. Mehet is. Előveszem a paszt. Érted csak, hogy legyen mit meghálálni. Most megkettenem? Hát igen, bazd meg, hát mit csodálkozol? Hát megmentettem az életedet. Hát ez igaz. Jól vagy öreg, összeestél? Jézusom. Minden rendben? Ez sem a jó forgatókönyv. Nem nyertünk. Istenem. Nem nyertünk, bazd meg. Vagy lehet, hogy a Barbarát kell lelőni? Megoldottunk, bazd meg, ügyesen. Érted? És nem tudom, mit kell fizélni. Kárlito, nagyon szépen kösz, Tibor, reked is, Vicky, Tyson, Oliver, kösz a subolt, a reszubolt, nagyon szépen kösz mindenkinek a támogatást, srácok. Köszi szépen. Pedig jó volt. Szerintem is. Szerintem is fasza volt. Nincs happy end. Nem tudom, azt akarja, hogy bocsánatot kérjen az öreg? Az a baj, azért nincs a szótárában neki. Segítség! Jó, ugye, nyugalom, nyugalom, semmi baj. Uram, elnézést kérek, hogy bemutatkoznék. Tarhonyás térfigyelő kamera, Terminátor 3, a gépek lázadása. Na persze, jó igen, napot. Ismerlek Hector, te vén geci. De honné? Tartozol te nekem valamivel. De mi a geciben? Miattad elveszítettem mindenemet. Jó, figyelj, diák igazol meg. A motoros klubból, és nem emlékszel, hogy mi volt ott a klubban? Leszoptad a Lajost? És volt egyéb más is. Szóval miattad elveszítettem mindenemet. Nem tartozol te nekem ez miatt valamivel? Figyelj csak, a cigarettával megkínálhatlak most. Dohányzó. Nem érdekel a cigarettád. Miért nem? Ingyen van. Nem érdekel, mást akarok és hallani tőled. Mit? Hogy, komolyan ugye... ennyire hülye vagy? Nekifutásból vagy ilyen hülye vagy? Tényleg alapjárat ez nálad. Figyelj, azt szól mondani, hogy szívesen. Ezt szeretnéd? Mondd már el, mit akarsz, bazd meg! Tényleg ennyire ostoba vagy? Fregyus, kösz szépen! Azt, hogy egyszerűen mindent elveszít valaki miattad, és te meg egyszerűen csak túlpoénkodod az egészet. Ez azt nem hiszed, hogy ez ekkora... Hát mit képzelsz magadról, médium vagyok, bazd meg? Mit akarsz, mondjad már a rákegyek a gyomról? Gergő, kösz az ezres. Tudod, mi fog mindjárt megenni? Már, kösz szépen. Kit? Ugye tudod? Micsoda, engem megenni? Majd mindjárt rájössz, hogy kit fog mi megenni. Na figyelj, de mondjad, mit akarsz? Itt az ólom mindjárt röppen a fejbe, aztán a fene megeszi itt a kisasszony. Ne csi... Figyelj, ilyen csúnyán még egyszer megnagyom, hogy beszélsz, hogy a fene megeszi. Azért van egy határ, hölgyek vannak a társaságunkban. Mi az, hogy a fene megeszi? Igen, az előtt te hogy beszéltél? Az más. Na mondjad, mit szeretnél? Szeretlek, Hector! Semmi baj. Kérlek. Én meg a pizzát. Szerintem most búcsúzz el tőle, hogyha nem tudja kitalálni, hogy mit várok tőle. Úgyhogy utolsó szavak a kisasszonytól, igen? Illetve Hector, tőled várom, öreg. Hát, ha valamit kitalálod, hogy mit akarok hallani. Azt mondjam, bocsáss meg. Ezt szeretnéd, vagy mi? Igen. Akkor kimondtam. Meg vagyunk? De egy kicsit, mintha tényleg, mintha komolyan gondolnád. Figyelj, hallani akarok. Hogy hívnak téged a keresztemed, el tudnád árulni, ne haragudj. Jason vagyok. Figyelj csak, Jason. Én őszintén megbántam az összes tettemet veled szembe most, megmondom őszintén. És azt gondolom, hogy nem kellett volna, de hagyd nézzet már a szemedben, arra gondolj. Szóval tisztelettel mondom neked most itt, hogy szeretnék tőled. De rám nézni legyél szíves, mert így nem tudok a szemedben nézni. Persze, nézek én mindenhova. Szóval tisztelettel mondom, hogy amit ellened elkövettem, azóta egyébként sírva kelek minden éjszaka. A lelkiismeret kurdolásom egyszer nem működik, a büdös kurva anyádat csinálsz! Há? Mit csinálsz?! Dobd el a fegybert, kezeket pő! Most azonnal! Megmondtam, dobd el a fegybert! Oké, eldobom, jó. Na, gyere ide! Te csicskazsák! Oké.
Kérjél bocsánatot? Most kérjél bocsánatot, te patkány. Mondjad, hogy a kurvád leszek öreg. Mondd ki, passzopó. Megint kezded. Mondd ki! Három! Jó, kettő! Kurvád leszek öreg. Mondjad. Gyerünk! Ja, bocsánat, elnézést, kollégák. Tegye fel a kezét! Így van, megvan. Feltettem már a kezemet vakon. Szarbarra, gyere már be onnan, bazdmeg, mert mit állsz ott? Mottasalat meg lóháton, te szemét. Köszönöm, Hector, szeretlek! Gyere egy kicsit arrébb, légy szíves. Jó! A hölgyet azt kipogom most hallgatni, kísérjük, jó? Kísérjük le a hölgyet. Egy pillanatra azért még egy magaslati levegőre szüksége van. Akkor bevisszük a kórházba, rendben van? Hány ingerem is van? Ilyen szurulat van, hogy akkor elövít, nem? Figyelj csak, hogy szurod, hogy ezért... Remélem, hogy egyszer elkaplak egy, te szemét. Lenyel egy gyomorig az egész berendezést, azt mondom. Tojások kell minden. Csak most hány ingerem van? Csak egyszer rendesen kapnálak el. Köszönöm, hogy megmentettél. Nincs mit. Csókolj meg! Jó, figyelj, most nem csókolózunk, szopni szopás, az lehet, de semmi csók. Ha megcsókolsz, leszoknak este. Jó, akkor mehet. Na, szedd össze magadat, mert felpopozlak. Doktornő, jöjjön, elviszem a kórházba, jó? Szia Hector, szeretlek! Csapó 37. Köcsön fakabátok. Na nem szabad így beszélni, megmondta a völgytársaságról. Egyszerűen is elkaplak, de akkor nagyon, de nagyon meg lesz egy alázva. De ilyen csúnyát nem mondunk. Szégyed magad. Nyugodjon ebben egy fokkal. Macska rúgja meg. Ha induljunk meg lefele, légy szíves. Majd rájössz. Jó, figyelj majd Tala. Figyelj! Igen? Jó, én leindulok, lent elkapom, jó? Én kicsit menjünk, lemondani szeretnék valamit. De ugye nem szartál be, mert kurva a szarszakban itt. Nem, az nem én vagyok. Hát akkor ki? Igen? Nem te vagy? Igen? Figyelj, én szeretném tényleg megköszönni, amit értem tettél, egy igazi lovag vagy. Így van. Most már összeszedem magam, és én tudom, hogy te vagy életem férfia. Én na, szerelmes vagyok. Na, ez király, viszont azt tudnod kell, hogy én a több nejűségbe hiszek. Pinapiram is ilyesmi. Nagyon szeretlek téged, ezéke és belemenned. Én rájöttem, hogy az életemet is neked adom, neked és a kis babánknak, aki a hasamban van. A te hasadban maximum egy girosztálban. Nem. Egy Big Mac-et ettem. Akkor Big Mac. De most ez hogy jön ide? Éhes vagy? Nem, csak hogy a te hasad bazdban, nem ilyen kisbaba beszélsz már zöldségeket. Nem, szerintem mindegy, majd bemegyek, most úgy bevisznek a kórházba, mert jó. Szerintem a hányinger és a szédülés az nem a soknak a tünete, bár annak is lehet, egyébként szerintem terhes vagyok, de ez most mellékes. Nagyon szeretlek. Köszönöm. Igen. Te szeretsz engem? Várj egy picit, mert rosszul vagyok. Te is. Most ennek előle. Most jön ki rajtam a stressz, várj egy picit. Szeretlek. Várj egy picit, most hagyd magamra. Előtt hagylak. Kárítok össze szépen. Végtem végig 471-es egységem. Sziasztok. Ez nagyon csúnyán beszélt ez a pérpi. Azt mondta, hogy megjárod, meg a pene megeszi. Ne. Úristen. Te bazdmeg, én nem térek magamhoz, hogy a mai fiatalok, de most mondd meg. Hogy lehet ilyen mocskos papája neki? Nem kurva is anyját. Ezért szeretem, hogy te ilyen öreg vagy. Így van, öreg vagyok. Igen, igen. Na, figyelj csak. Igen? Nem mondom őszintén, hogy egy kicsit kellemetlen téma következik. És ez egy kicsit nem esik igen? Jól most nekem. Mi? De kéne egy kis pénzkölcsön. Már tudod? Megint? Hát most bazd meg ez van, tudod. Mert most megszorultam. De nincs nálam pénz, baszki. Hát akkor mi van nálad? Hát, Pina. Az nem rossz, de most nem arra van szükség. Pénz. Semmi pénzed nincs. De nincs nálam. 90 dollár van nálam. Mert most hívtak, hogy ugorjak már haza, tudod, mert Szolnokra megy a vonat. Mert most erős nagyon... Van egy tevém, de ezt még sosem mondtam el senkinek, és kiderült, hogy cukros. Azt bírnék el neki inzulint. Mert rosszul lett a lájú, tudod, azt most... Biztos hogy... ez igaz? Így van, a cukros tevémnek akarok inzulint venni. Jó, akkor neki adok pénzt, jó? De nem sok van nálam. De milyen spúr vagy, bazd meg? Megmentem az életed, aztán meg itt izé, szerint szóval nincs pénzed. Jó, van már itt a pénz! Rák a gyomrodat, tehát nem szégyellette a mocskos popház. Te! Ha? Most adtam pénzt, megmentetted az életed. De először az utána, hogy nincs nálad. Viszlát, szavarít! Mert kíváncsi voltam, hogy mire kell. Vele megyek, kollega? Köszönöm. Figyelj, megyek a kórházba, megcsináltatom a terhességét. Rendben, hogyha nem bírok, azért ne válaszolj. Jaj, megint nem, rosszul nem kell írnod, tudom, hol laksz. Majd este viszem a cuccaimat és oda költözöm, szeretlek! De hova költözöl?
Szóval hogy lettél volna, hogy a fejből ölik öreg? Te ahogy lettem volna, bazd meg, hát nézzél már, hogy szétbassz az idegezektől. Hát a lelkemet, rohadt dementorok, bazd meg a nők, kiszívják a lelkedet, megrágnak és kiköpnek, bazd meg, azt nem marad belőle hát semmi. Hát a gyermeked anyja, nem? Ki a paszt érdekel, érted? Azért már csak megvárod, hogy megszületik a gyereket, nem? Hát dehogy is. Nem tudom, akarod felnevelni. A gyereket? Hagyjad már, hát ez... Én magamat nem tudtam főnevelni, bazd meg. Mondjuk egy értelmesebb gyermeket, mint Lajos, érted? A Lajos egyébként ez nem hülye. Mi a baj? A Lajos nem hülye. A baj nincs. Hát nem hülye Lajos. Nem. Hát akkor okos vagy mi? Ne, azt azért nem lehet kimondani, de... Hát azért egy kutya okosabb nála. Jó van, bazd meg, hát most nem az, nem az ész minden, érted? Hát na is, akarsz egy belevaló gyereket. Én tudod mit akarok? Barbarától. Na mit akarsz? Semmit, bazd meg. Pénzt. Te nem tudsz kölcsön adni? Hát, levertek össze 400-at. Hát most... így is tartozol nekem, én adjak neked pénzt. Hát jó van, de cukros a tevém. Hát azt kérdezd már, kit, kit érdekel, érted? Hát azt hiszem, már vagyunk van viszonyban. Csingi, kösz szépen a szubat! Jó van, megyek, megnézem azt a kurvát, hát a bőge még melyik ott a izébe. Melyik kurvát? Nem van éppen? Hát ez az, látod, bazd meg? Mondjuk ebben ebbe jó vagyok. Picsába van elég. Ez az. Ez szed fel ezt a fiút inkább. Elnézést, fiatalember. Hát Isten, tessék. Tudja, hogy ki vagyok, ugye? Tudom én, persze. Akkor el kell foglalnom a izét. Kiskezi csókolom. Szép napot, hát nagy úr. Figyeljen már ide, kisasszony. Múltkorjában beszélgettünk, mondja. Nem tudom, emlékszik-e. Élénken emlékezik-e ezekre a társalgásokra. Jó, hogy itt van, pont magát kerestem. Na ne tessen, tessen akkor jönni, hiszen mondja, hogy mi a helyzet. Átgondolt, hogy belenyalhatok a fugába? Jöjjön, üljünk be a kocsiba, mert fontos, haladni kell. De hova kell haladni? Most maga süket? Hát most kaptam egy ügyet egy halálesetről. Úristen! És szeretnék magától többet tanulni. Figyelj csak, idén mutatott magának, olyat, hogy visítani fog egész éjjel. Kicsapja a kondenzvíz magát. Ez fontosabb szerintem. De magának mindig ez a fontosabb. Mi szerelmet vallok magának, tetszik érteni? És hogy ezt a súgyba hajítja, az érzelmeimmel játszik. Összetörte szívemet. Nincs hozzáfűzni valója magának ehhez? Nincs, ura. Ugye ne idegesítsél, mert popán baszok valakit. De szeretném maguktól tanulni. Hát én tanítok neked olyat, azok pröcskölni fogsz, mint a lyukaslag, piam. Hát most mondom, mit szeretnéd tanulni? Csaba, kösz szépen a szoba. Halálesetről tudja, hogy kell kezelni, stb. Figyelj csak finoman, mintha lobot basznál. Nem tudom, hogy volt-e már ilyen. Csaba, kösz szépen a szubat! Elvileg valahol itt lesz. Aztán egyedül adatták neked az ügyet? Így van. Hát bazzak a seggedet nem tud egyedül kiterülni. Most nem bántásból mondom. Ott pekszik a murgyeló. Pű, bazzak eldőtt, mint a homokzsák. Na nézzük meg, mi folyik itt. Dohányzó? Ha? Ott van. Igen. Figyelj már, de hát hozzád beszélek. Mondja. Gombolt ki a blúzodat egy kicsit? Uram, de ott egy halott. Jó, az kit érdekel, az bárhat. Az már nem fog elszaladni. Te dohányzó, piam? Dénes, kösz szépen a 200-at. De, kérem. Mondom, dohányzó? Ja, nem, nem dohányzó. Te most egy kicsit zavarba vagy? Most mondd meg akkor. Igen, tudja, nagy ügy ez. Jó van, gyere, akkor nem piszkállak. Kezemet azért megfogod? Nagyon félek. Hát, ha muszáj. Fogd már meg, mert nagyon félek a halottaktól, tudod? Ez csapda. Szegény, nem akarom kikiszíteni. Figyelj csak azt, hogy nem dohányzó, szeretném... Jó napot! Figyelj, ezt még beszéljük már meg, ne ragudjál meg. Tehát értem, hogy nem dohányzol, de azért jó lenne, ha lenne nálad mindig egy doboz cigi, hogy meg tudják kínálni mindenkit. Kínálós cigi, jó?
Tehát ez, ezt, ezt mindenképp jegyezzük be. Uram, én adok, csak közben itt egy haláleset történt. Jó napot, pörnököm, mi a helyzet itt? Szép napot. Hát nem tudom, ezt kéne kideríteni már, ahogy idejöttem, itt már egy hulla. Jó, ez egy víziló, egy 30-40 közötti víziló. Oda nyúlok az arcához, megnyálazom az ujjamat utána. Érzem, hogy itt zuzapörkött tarhonyával ezt tette utoljára, és ha jól látom, megpölemelem a kezét, megnézem a csuklóját, nincsen önvédelemre utaló sérülése jel. A lába... Nagy Isten főnök úr, jó napot kívánok! Jó napot! Mi a teendő? Lehet esély arról? Kezelni a területet, vagyis a tör? Jó napot! Most meg fogom állapítani, hogy mióta történt a haláleset. Benyálazom az ujjamat, lehúzom a nadrágját, benyúlok a seggébe. Aha. Ez? Uram. Biztos, hogy így kéne? Figyelj csak! Ez a protokoll szerint nem vagyok speciális, a speciális, tehát hogy ne azért ne kérdőjelezzük meg. Én úgy gondolom, hogy 4-6 órája. 4-6 órája lehet halott. 4-6? A hölgy, ugye? Mindenképpen tessen lezárni. Gyere csak ide, kopasz! Gyere ide, szagold meg az ujjam, mit érzel ezzel? Ez szar! Ez szar. De milyen szar? Büdös kukoricás! Bizony. Így van. Tehát... kukorica is volt a vacsorába. Na. Ez így van. Jó? Már akkor erről kérdezz fotót. Kérlek, figyelj csak, légy szíves fotózzá. Fülébe bele tudnál nyalni? Én? Így van, valamelyik költön. Jó. És ha csípőset érzel, akkor... Akkor? Hát hozzám felrök úr. Na, nézzük, csípős? Ez évek óta nem szedhette ki a zsírt a füléből. De csípett? Csípett vagy nem csípett? Az csak undorító volt, nem csípett. Hát igaz, mert igazából sem értem, nem volt, csak kíváncsi voltam, vagy a hülye, hogy megcsinálod, de ezek szerint igen. Jó, figyeljetek ide, a személyes iratai zsebét át kell kutatni, szájába nézzetek bele, hiányzik-e valami végtag, új perc, valami. Tessen akkor. Van valakinél egy rágó, hát, kollégám magam? Hiányozni, nem hiányzik semmi. Kéne egy rágó. Figyelj csak, Emily fiam. Emilynek hívják? Bocsánat, kisasszom, figyelj csak, hogy hívnak téged, Emily? Így van. Emily Brooklyn. Figyelj csak, Brooklyn fiam. Mondja. Mit jegyeztél fel eddig a kis kockás fizetetbe? A haláleset időpontját, illetve, hogy nincsenek külső sérülései. Jó, nézz el arra a táborba, légy szíves. Igen. Aha, már látom is, hogy mi a helyzet. Jó? Látsz arra valamit? De akkor miért lefele néz, uram? Én? Egyet értek. Igen, igen. Mert itt ellenőrzöm a kisasszonynak a ruházatát, mert úgy látom, hogy... És megfelelő? Nincsen érre basalba. Ezt bevágás tökéletes? Szeretném, hogyha érre basalt nadrágban jelenne meg legközelebb, jó? Akkor pedig... Gergő, kösz az ezrest! Tehát akkor azt tudjuk, hogy iratai voltak a hölgynek? Mindjárt átnézem a ruházatát. Nem találok semmi iratot. Nincsen semmi irat. Aha. Akkor, figyeljetek ide, most őszinte leszek veletek, jó? Most meg akarjuk szopatni magunkat itt? Csak kérdezem, hogy akartok jelentést írni, meg baszni az anyátokat hajnalig ezzel a passággal? Kötelező. Uram, ez kötelező. Mondta, hogy felejtsem el a könyveket, de ez kötelező. Figyelj, megfogjátok a dagadt gecit, bedobjátok a vízbe, azt megmondjuk, hogy nem volt itt semmi, azt nincs szopás. De ez szabályellene. Plusz én ezt szöleztem rádió. Így van, csak figyeltem, hogy képesek lennétek-e. Ez egy vizsga volt. Akkor gyerünk. Akkor mindent mentünk? Jók voltunk, uram? Most átmentetek, igen. Jó. Köszönjük. Nincs mit. Jó, és akkor szólni kéne itt a hullaszállításra kapcsolatban a doktort. Ide kéne hívni egy doktort, hogy megvizsgálja. És alátámasz azokat a dolgokat, amiket itt fölvezettem. Ezt nem labori körülmények közt kéne megcsinálni? Hát még mondjuk laborba be kéne küldeni. Nem. A doktor idejön és akkor megnézi, hogy mi a helyzet, jó? Nem pofázzatok itt nekem, mert szájba vágok valakit, jó? Rendben. Hát, hogy... Nem kéne boncolás halálokat megnézni hasonló? Nem tudom, te most itt felboncolod, szakán?
kérdezem. Jaj, jaj, ne, van nálad egy szőnyegvágó, vagy valami? Szerintem nincsen képviselésem. De erről beszélünk. Nem kértem a véleményét, Joker, szóval száját befogtak. Figyelj csak, meg kell kérdezni a polgármester. Polgármester azt mondja, meg kell kérdezni, hogy mi történt ezzel a hölgyel, mert úgy látom, hogy egyhibásúak, mind a ketten vannak egy más ötvenek. Na, szeretném, ha itt jelentést tennék nekem, Hector úr, hogy mi történt a hölgyel, mibe halt meg, hány órakor. Most mondom. Hullamerevség. Az már beállt többször is. Személyadatok. Elnézést, polgármester asszony, a hullának a halálának az idejét, azokat nem mi, hanem az orvos szakértő fogja megállapítani maga. De én már azért én megelőztem őt, tehát 4-6 óra telt el a haláleset óta. Ja, az öreg ránézést tudja. Ánusz Maránusz vizsgálatta. Hát olyan tök asszalatom. Ánuszban nézted, abból így van. Így van. Viszont szeretnék azért jelentést tenni, itt a kollega megbestelenítette a holttestet, ugyanis belenyalt a fülébe. Ezt mindenki látta, igaz? Így volt? Egyetértek, igaz? Emily? Így volt, megtörtént. Én nem tartózkodtam ennél. Hozzá, mert hol voltál? Persze, meg anyám is idejött és megbaszta hátulról, nem? Persze, én meg hülye vagyok, igen. De most ez jó, így történt, de most figyelj. Na, igen, hallgatom. Tényleg oda baszok egyet most már valakinek. Nekem itt. Te ne basszál oda, nem magának, hallgatom. Bocsánat, azt mondtam, valakinek. Akinek nem inge. Szóval önvédelemre és semmilyen ilyen védekezésre utaló jelet nem találtunk, tehát valószínűleg nem erőszakos halálhal. Vagy úgy halta ezt az erőszakos halált, hogy ezt megijesztették, vagy valami ilyesmi. Kijött a villanszámla, kinyitotta, szörnyet halt a gecibe. Kiesett a hullámvasútból, főnök úr? Figyelj csak! Én megmondom őszintén, nem vagyok egy nagy Newton, de mondjuk itt a hullámvasút. Menjünk vele egy kört, nézzük meg, gyertek! De most nem az a lényeg. Meg kell vizsgálnunk a hullámvasútat most mondta! Na. Miért? Azt mondod, hogy onnan esett ki, vagy mi? Micsoda? Azt mondod, hogy a hullámvasútból perecelt ki, vagy lehet, mi? Lehet, simán. Dobott egy csukapelyest ide a hajóra. Akkor az én nyomozati szándékkal akarná a kollega megnézni, érti? Tehát, igen, ott megkérdezzük a izét, a pénztáros gyerteknek. Vegyél, jegyet! Rendben. Hulláról, öreg. Tessék? Biztos hizattunk képeket a hullám. Aktot is készítettünk, uram, művészi csendéletet. Én, ha ez a felvevő akármiből. Én csak félek mondani, hogy nem a kolléga hajtott végre erőszakot a holttestem, hanem Hector úr. Micsoda? 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 Amikor megállapította a halálbejárásának idejét. Mit mondta Emily? Azt mondta, hogy bevizsgáltad névre hatóan. Figyelj csak, a megállapítás a hulla és a halál ideje elengedhetetlen volt a megállapításhoz, hogy a mutató ujjamat pőhelyezzem bizonyos testnyílásokban, hogy a hőmérsékletet megállapítsam. És... Tudod, erre van egy szakszó. Mit szoktak erre mondani, mikor meg szakszi is, csak abban már régóta kimaradt a polgármester asszony. Nekropilia? Ja. Erre gondoltál? Neked nem elég itt az élőnő? Neked még a hullák is kellene? Azért ja nem, bocsánat, a Joker, mert ő szokott a csontokkal játszani. Benjamin, köszépen! Jó, van, befogta Joker a köszönöm. Azért szebben jó, hogy a kollégák előtt polgármester azt mondja, megkérhetem, nagy mély tisztelettel mondom ezt magának. Na, nézzük meg a hullámvasutat, hogy ott tudunk-e valami nyomat találni, jó? Jó, a kollégák, a kollégák biztosítsák a helyszínt, jó, hívják ki akkor az orvos szakértőt, jó? Na, menjünk. Rendben, biztosítsák a helyszínt, akkor Emily jöjjön velem, öreg. Nagyon sok lehetőség van így. Figyelj csak, Emily, jó? Urak, biztosítsuk a helyszínt. Nem, bocsánat. Öreg, elnézést. A kollega menjen biztosítani a helyszínt, stb. Írjanak jelentést. Az öreget pedig el kell, hogy majd vigyem, vagyis most. Tudod, öreg, van egy esetünk, el kéne menni oda, kellene, te is elhoztam a ruhádat, tudod? Jó, akkor átöltözök, kerül. Jöjjön, Emily. Itt a kocsiba? Csomagtartóban van, aha, beraktam. Ott van, vesz ki. Vérgyomokat. Várjál be. Igen? A hölgy az aktakukac, vagy persze, miért? Persze, jegyzetel mindent, de miért baj? Figyelj, maga akart női rendőröket megfosztítassi. Persze, nincs is ebből probléma. Gondoltam. Hülyébb a kis táska. Emilio, figyelj! Te faszoporozni a kurva anyádat! Hát, felfogtam anyádokat! Ez egy elég szomorú történés, Emilio. Láttad ezt az álmaputot? Ezt feljegyeztem. Figyelj csak! De minek örülsz? Mindjárt szájba könyökörlek. Fegyelmet, fegyelmet. Kezd el énekelni a himnuszt. Most azonnal.
Faszokó? Melyik hímű szeretné hallani, uram? A magáit. Ha miért? Hanyat tud? Maga hány hímű? Ez hogy hanyat. Az mi? Na, figyelj csak ide. Figyelj, Emilio. Igaz, hogy Adrián a második neved? Nem, uram. Ne popázzál, mostantól kezdve az. Világos? Rendben. És öreg, mostanában nagyon mondogatod ezt a nevet, csak nem van valami a levegőben. Figyelj, most szerelem volt első látása, biztos azért mondja, hogy... Hogyne. Tényleg? Persze. Ennyire durva, belehavarodtál egy nővel? Én megmondom az igazat. Nincs mit titkolnom tovább. De volt valami elsőre? Figyelj, csak alig bírtam visszafogni a rohadt dögebőt. Tényleg? Esküszöm. Csattogott az állkapcsa neki. Hogy csinált egy Körülbelül. Szégyelje magát jó neki. Ilyen. Zsolt, kösz szépen az ezrest. Ez rágalom. Figyelj van csak, Emilio. Te most kihúztad a gyupát ezzel a viselkedésed, de szerintem tisztában vagy bele. Jó, oké, viselkedés ide, viselkedés oda, öreg. Tudod, hova megyünk? Megyünk a... Igen. Emlékszel, Dallas mit mondott? Hogy valakit föl kell kérdezni? Hát már annyit mond, mindent mondott, bazd meg, hogy... Na, oda megyünk. Hát remélem, hogy megtaláljuk őket, és ott lesztek. Ha nem, akkor nyírgum-búrgum. Sajra, ne! Zsolti, kösz a három gondot. Menjem én a 1-2-t. Mr. Tépa 3-at. Köszönöm. Ide kell jönni? Hát általában azt mondta, hogy itt vannak. Itt temetünk el. Ja, mi? Fejezd már be, dagadt. Tényleg azért... Ki fog betanítani akkor? Hát ez az. De te nézzük szét. Figyelj csak, Emilio. Nem ez a nevem, de hallgatom. Nem kérdeztem, hogy mi a neved, vagy hallottál ilyen kérdést? Legyetek résen, jó? Már rossz fiúkkal van dolgunk. Rigófejű. Gyere ide, fiam. De szebben már ebben a hölgyel. Figyelj csak, dagadt. Takarodj a Jokerrel, légy szíves, mert van egy kis komoly megbeszédem. Ó, hát Jokerre pont én. Figyelj csak ide. Te hogy gondolod te azt, hogy elárulsz engemet? Én? Passza lesz-e fel popozba. Tudjad hol a helyed, mert elásod magadat. Mit közben annak a dagadt kurvának? Ha? Hát lepejellek. Az igazat mondtam. De ne az igazat mondjad, mi vagy te, bazd meg, Superman? Ha? Öreg? Na, jó van, jegyezd meg. Igen? Rendben. Haladjál. El kell mennünk, nincs itt senki. Szerintem átbasztak minket, úgyhogy most zsa vissza a Dallashoz, érted? Azt jó, megengedjük az atyát neki. Azt mondjuk, hogy így jár még. Vegyünk. Amúgy az erdőben nem szerepelnek, nagyon fiatal. Tudod? Amit mondott, csak ő ezt úgy tudja, hogy mi nem tudjuk. Mi meg tudjuk, érted öreg, hogy uram, tudjuk, amit ő nem tud, amit tudjuk. Persze, amit tudunk, az, amit ma tudhatsz, seggedben újat tudhatsz. Nagy a szátok, igen, majd ha odaértek, akkor meg fülletek, hallgatok, összehúzzátok. Figyelj csak, tényleg, figyelj csak, ki leszel, ha itt be a gépjárműből? De komolyan mondom most. Kérem az urakat, hogy szálltam. Te figyelj csak, te kérhetsz csak csöndbe, jó? Ebben? Így van, nem így van, Emilio. Fölfelé, és ha csak kérdezünk meg. Fejezd már be, tényleg azért már. Te nagyon okos vagy, Joker, komolyan mondom. Igen, igen, nem mondd meg az Emilynek kisasszonynak elmondanánk, hogy mi az öreggel együtt élünk egy albérletbe, ahova ez a polgármester asszony betette a lábát, és nem akar lelépni, de így van, ne higgyel egy szobát. Ők csövesek, és nálam lak. Na, figyelj csak, pont ki akartam szállni cigizni. Hát most... Jó vagy öreg? Hát pont rá akartam gyújtani. Szállják ki, azt puszíld már, meg azt nyalogass már végig. Na, mi van? Neki? Te akarod neki amúgy? Vagy az mi? Vagy kötékeny vagy, mert összetegy? Tényleg nem, nem csak állandóan csöpöksz itt az öregnek, komolyan már. Hány ingerem van? Féltékeny vagy, hogy összejött egy nővel? Ádám, kösz a 2000-re. Te vagy a féltékeny, hogy összejött egy nővel. Igen, hol érdekel? Nekem annyi nőm van, amennyit te nem is tudsz. Persze. Hát, inkább hagyjuk ezt a témát, ideket hány nőd van. Na, mi akkor mit tudsz, Dagat, mondjad. Adrián, kösz a 400-at. Senki, hát szerelmes beléd, hát látszi. Te miről beszélsz? Nyálacik el, ahogy meglát, egyre látom, folyik a nyál a száját. Azért folyik a nyál a számból, érted? Mert van egy betegségem. Így van. Persze. Igen. Két oldali nyálmirigy gyulladása van, nem tudtad? Igen, és kérődző. Az így a neve a betegsége. Kérődzik. Ha biztos hallottam már ezt. Azért folyik a nyál a számból. Ennyi. Jól lerpézel. Most nézd el. Az a baj, jaj, hogy NPC autónak mentünk. Persze, neki, meg ilyenek érte szó. Ez így, eddig nem meg volt nem fűz, tehát az eseményekben nem kellett, hogy megtörténjen. Kezdj elvetni a sőköt ezzel a de féltékenykedéssel egyébként. Leszophatod.
a fasz. Miért is lenni féltek? Ezt is mondtad, nem, de nem mondom, mert élőben vagyok. Hallom, tehát, hogy azt mondom, hogy köszönöm a kritikát, nagy állást megérte, és majd jól megjegyzi valaki. Persze, nem hallod. Jaj, ez a vibrátorom volt, bocsi. Jó, tessen itt... Fölkészült, de maradjanak itt, jó? Emily, te meg figyelj, nehogy betalakodunk, gyerekek. Szép hónapot. Szép napot, tisztelet. Jó napot kívánok, tiszteletem, uraim! Hogyne. Szerintem mi azt az urat keressük ott, aki beszélget. Jó, szóljon már neki majd, hogyha lenne egy perc, egy legyen már szíves, hogy a piújában nem úgy beszéljen. Köszönjük. Az Emilyt ezt ki fogom belezni. Nem kell kibelezni. Mocskos mamzer geci. Mit mondok? A beköp állandóan szomorítsa meg a jóisten. Mit foglalkozol vele? Nagyobb rangba vagy, azt csinálsz, amit akarsz, ennyi. Komolyan mondom. Szia, Teszkus, nem lehetek megsobadulni. Vigyelj majd a dallaszkám, egyen meg azt a nagy, büdös pofádat, de tényleg. Nem, mit mondtál nekünk? Menjünk hátra, jó? Menjünk hátra, és ez a nejlonpólós fiatalember, maga mit szeretné? Vendég a kocsmába, így ja? Hogy le, gyere hátra. A problémája a pólommal, kedves uram. Szerintem... Figyelj már ide, elindjél már innen, légy szíves, jó, mert... Igen? Maga itt a nagy rendőr úr? Tisztelettel. Nem, bazd meg. Bába asszony vagyok. Nem, ne idegesítsen már. Komolyan mondom. Valami áldást nyomjon már rám. Ki van? He, hova viszel minket? Ez le akar szopni, azért hoz ide hátra. De akarsz venni minket? Nem lát senki? Az állítom. Bakarod, vagy mi? Ne, hoztam nektek ide pár srácot, hogy őket levegyétek. Majd választottak, hogy melyiket akarod. Az a baj, hogy most nem anyád jött. Tudod, azoknak kell készülni. Fú, öreg kurva gyorsan sétálsz, megbasztak ma is, mi? Miről beszélsz? Én basztam meg anyádat. Rólad, de? Figyelj ide, tesz most Leonidas, mert csiripelj, hogy mit akarsz, mert itt én megmondom tényleg, őszintén, tényleg, amúgy hogy... egy az egybe, mint Leonidas, most sem mondod, hát? Ez így csak Dallas! Ez a low-budget Dallas! A fotós ribanc veletek van? Igen, miért? Ott, szóljatok neki, hogy pusztuljon, mert a fejetekbe állítok mindjárt egy kést. Na, hatósági személyekkel azért kicsit szebben kéne beszélni, bizony. Ha már nem tanultad meg. Nézd meg, féltékeny a csávó, mert... Szájba kéne baszni. Komolyan mondom. Nem. Na, gyorsan megkérdezzük tőle az eseményeket, ezt akarodunk innen. Ez az emeli tényleg fő fogom rúgni Jokert. De miért akarod bánni? Mert egy kurva. Te dolgod, azt csinálsz fel, amit akarsz. Na, figyeljél majd ide! Dallaszkám. Csak szólok, hogy ott a szőke olyan gyorsan lő, hogy ilyet még nem láttatok, úgyhogy ha fegyver kerül a kezetekbe, már meg is haltatok. Jó, van, kiszokott ez a passz. Rettenetes, rettenetes, amúgy nem ilyetem. Remegek a babáit. Pusztítsátok el a falat. Remegek most. Fogjuk, intézd el a fotóst ott a falnál. Hipotermia. Fogd, de most nagyon megijesztetted a Jokert, a hülye. Na, hallgatlak titeket. Várjál, mert most jövök. Mit hallgatsz? Mi van, hát? Féltékeny vagy, vagy mi? Na mi van? Szeretnétek, hogy a Lali takarodjon vissza? A Döribe? Miért akarnám? Tudod, miért jöttem? Te vagy azért, mert elmentünk. Te elmentünk odaba. Mondtad, hogy senki nincs ott, hallod? Átbasztál minket. Ez meg a másik. Nincs ott senki. Ott voltunk, senki nem volt ott. Tegnap ott voltunk náluk, annyit ütöttük őket, hogy lehet, hogy azért nincsenek ott, mert kórházba fekszenek. Hagyjad már magadat. Térdet, a fejedet a térdekbe maximum. Te mit ütöttél te? Ülj mellem magadnak, Dick. Fő vagy keményedben, hogy a tojásfehérje állandóan, azt itt rázod a lyukadat. Azt ez na, is ilyen teszkos kígyóbőr csizmába. Akkora se vagy, mint a faszom, azt is elverem minden nap, úgyhogy most már higgadjál hát le. Biztos vagyok benne, csak az a baj, hogy itt a buzi barátaid ismerik én szerintem. Hát én nem tudom, te mit buzizol itt csak... állandóan. Mindegyiket levetted szájjal, nem tudod, hogy hagyjál. Megint anyáddal kebelsz össze. Már egy kicsit, mert látom a szemedbe, hogy az öreg iránt nemi vágyat érzel. Vonzódsz hozzá egy szét, mint a föld két pólusa, ő észak, úgy. Te meg dél, azt egyesülni akarná vele. Mondjad, de Allasz, hogy hol vannak azok a buzik, ahol vannak ült, és üres volt, te csöveskedsz. Senki nincs ott. Öribakara végezni. Ott kell, hogy legyenek fönt. Ma már többször is találkoztunk velük. Na nincsenek ott, érted? Kerestük azt a fogyatékos csávót, hogy is hívták a nevét. Felírtam, ott van a cetli a kocsiba, mert ilyen... Troy, azaz. Azaz, azt hittem, hogy Roy. Tudod, a Vice Roy. Nem, ez Troy. Aha, értem. Ennyi? Kínálja meg egy cigibe. Troy, de nincs ott. Léci. Na látod, így már mindjárt. De azt nem neked mondtam az öregnek, hogy Léci. Akkor egy szivarom van öreg, itt van lent, megnézheted. Hol van, mutasd? Nem túl hosszú, de elég vastag, akkora feje van, mint a kismacskának, megnézheted? Az biztos. Vedd mellebő.
akarjak? Na bedderül, akkor baszol. Ha a hosszától nem fuldokolsz, legalább a szagától. Jaj, erígy be a passzomba. Állandóan csak mered a nyáladat. Na bedderül a kis passzodat, akkor csicskalángos. Bedderül. Ezt a 2 centis rombolót, na dicsekedjél vele. Ha? Nem fogok itt előtted vetkőzni. Látod csak a popád nagy buzibirág. Jó, kezdelek unni, bepaszok most már egyet. Mit szeretnétek? Hol van az a csicsogeci? Most mondtam, tényleg, hol van? Mondom, hogy ott föl, de akkor menjünk föl együtt, passz meg oda. De ha fel, együtt megyünk, se lesztek ott, érted? Biztos, hogy na, nem ott vannak, akkor. Honnan veszed? Ami, hol a neked picsába fix info van, ahol? A fegyvert, mert gyorsan meghalsz. Hallgass meg. Figyelj már, figyelj. Fix info nincs, mi is úgy szoktuk őket szétbombázni, hogy arra járunk, meglátjuk őket, akkor kaptak. Egy fájt. Dolgot nem tudsz a szem, az öregről, tudod? Szemmel gáncsol, vigyázzál, kigáncsol a nézés. Te tudod, mit bombázol szét? A buzi barátaidnak a lyukát maximum. Azt bombázott szét. Kis az öreg pasokra. Megint bevette a humort, amit figyelitek. Akkor azok a köszön három orra. Mekkora pofája van, érted? A hat oldalról fogják lelőni, de az a dumál. Melyik hol? Mi a hat oldalról? Melyik az a? Nézd be, meg az a szemtengely perdüléses köcsög ott pönt. A mesterlő. Azt fog lelőni? A Joker a céloztán halsz meg. Erigy már. Tényleg? Ha úgy keresztbe áll a szemem, azt mondjuk tény. Jól látja az öreg az. Hát jó ott a szemem. Ilyen szemműtéted volt? Az volt. TB fizette a rendőrség? Nem, azt fizette, amikor innen lehúztalak titeket. Csak nem vettétek észre. De hát minket nem hoztál. Ja, dehogy tényleg, nem. Beloptad a barátomnak a gyémántját, te paraszt. Az nem én voltam. Akkor te voltál. Milyen gyémánt? Nem gyémánt, épp készpénzről beszélek. Kerestünk egy gyémántot. Készpénzt, innen nem tudtál venni, itt nem tartunk készpénzt. Gyémánt? Öreg, hogy te elloptál egy gyémántot? Mi az, hogy ellopott egy gyémántot, és most hallottam be, hogy lehúzott minket. Itt keressük 2 hete azt a kurva gyémántot. De mikor lopta el volna tőletek? Kinek kell a ti szaros gyémántot? Amikor itt bujkált fönt, bassz meg, és utána itt talált. Tele van, tele van, tele van, tele van. Hogy lehet az, hogy minden tárgy, ami benn van a kocsmában, 20 centinél nagyobb, mindegyiknek szarszaga van? Há, nem véletlenül. Mert mindegyik váltad, amikor ott jártál. Én biztos, hogy nem. A buzi barátod, aki leszopta a Lalit. Szét lovagoltad, gondolom ezzel a idegbeteggel is azt csinálod állapotban. Mit mondasz? Abba ül bele, mint. Várjál, mert stoppolom a poént, érted? Mert nem ér ide. Valahol itt jó, lesz. Kutya mindjárt lekapja figyelj, mert mit boxolnak azok a csöbös gecik. Na jó van, figyelj csak, bombasz. Tedd el a fegyvert. Adok neked egy kis időt majd, hogy átgondold. Jó? Na mit szeretnél? Mondom, elmegyünk, azt majd jövünk, jó? Úgyhogy kurvára, de gondold, hát még egyszer egy esélyt kapsz arra, hogy kitalált, hogy hon vannak. Mert ha nincsenek ott, akkor te meg leszel valahol. Ha ők vannak valahol, te nem leszel sehol. Hát engem hiába fenyeget. Én elveszettem a fonalat. Kevesek vagytok itt mindannyian. Körbenézek majd, mi van arra, látod? Arra? Csak a fasság, látod? Fölmegyünk, csak a fasság, hogy megtaláljuk ott a buzerantokat? Gyerünk akkor, mozduljál meg. Mit akarsz amúgy? Mit akarsz? Nézzük meg, hogy ott vannak ezek a kolbászok. El akarsz venni? Nem férsz be a kocsiba, kit hagyjak itt, ha? Az a baj, tele vagyunk, mert velünk van anyád is. Van nekem autóm, az meg nem kell a segélyadományotok. Nem, biciklire nincs jogosítványod, te szerencsétlen. De üzemanyaggal majd nem jogsival. Jaj. Megbotlottam öreg, segíts már, he! Botladozunk, mondtanába, botladozunk, igen, he! Gömbbe botod, faragjak egy esetleg, kurva gyorsan. Mennyi, harab meg azt a dagat, kurvát, csibész! Hát ez csak ránk hallgat, bazd meg. Csibész! Nem szeretnél az ilyen képvel. Jól van, pusztulj már innen, te tüdőfejű! Ne magyarázz el! Jöjjön, Emily! Bazd meg, mi elküldtük, képzeljétek el egy kutyaiskolába, és ott benevelték, hogy a buzikat harapja, oda néz az öregre, hogy akkor meg. Akkor már belőle nem lenne semmi. Oda néz az öregre, hogy azért van. A buzi detektor, figyeld, benevelték. Jó, mert tedd már magad takarékra, kalapgeci. Fölmegyünk azokhoz a nyomorultakhoz, vagy vigye, intézitek egyedül? Az intézzük, mondom, megbeszéltük hátul. Ezt már szeretem, amikor embereim vagytok. Jó, húzzatok oda, keresétek. Várjál, várj, Dallas, még egy dolgot azért mondanék, meg adnék neked. Igen, jó, tudom, szeretnéd. Sok voltak ezt kitartóba. Látod, itt volt a kesztyűtartóba, ezt az szét, jó? Szagold meg, szagold meg az öregnek. Szagold csak szagold meg, mert anyád mozott aki, hazai illag. Ez sekszag, most húztad ki az öregből, mi? Hazai, persze, házon belül. Azért vagytok rendőrök, mert megy az acsipacsi reggeltől estig. Az, jó van. Kutyádat meg fog vissza, jó? Adjál gázt! Sziasztok, sziasztok, csücska gecik! Hány, hát. Polgármester asszony, nem lássa, hogy itt milyen bűnöző hullám zajlik ebbe a kocsmába? Azt
ti jöttetek ide? Hát mi az, hogy mi jöttünk ide? Egy rendeleteket kell biztosítani. Milyen hát? Rendelet? Hát miért? A maga politikus honnan tudja mi eddig? Megyünk, tankolunk. Mit bepirosod? Begyulladt a lámpája a kocsinak, vagy mi? Lehet a húzattól. Tessék? A lámpája begyulladt a kocsinak, hogy pirosan világít. Aha. Ahogy akarod, pirosan, fehéren, sárgán, kéken. Mr. Tép, kösz szépen. Turbogom. Ezeket le kell kongatni, ezeket a berebeket, komolyan. Amúgy. Ugye, öreg, az és lesz, ülni fogja. Milyen nagy szátok van? Figyeljen csak ide a polgármester, a szíj oda bent. Ki kellett jönnünk, mert rendesen vissza kellett fognunk magunkat, hogy ne basszunk szét mindenkit. Erre sírt, sírt amúgy. Megvártunk nem meg, hogy megszárad az arcán, azért. Jackson, kösz a 220-át. Köszi. Na, menjetek, vegyetek kaját, ilyenek, fasságok, tankolom az autót, szerelem, fényezek, minden. Ennyi, egyéb valamit. Vásárolni. Egyéb valamit dagadt. De neked kell adni, egyéb. Hát hogy nézel ki zörögnek a csontjait? Hát én is szálkásítok. Ránézek a motorra, jó öreg? Megnézem ezeket a huligánokat, mit csinálnak itt. Mintha jobb kézik lettek volna. Hova mész, öreg? Hát csak nézelődök most, tudod? És ilyen nézelődösben vagyok most. Gyere öreg, gyere! Kicsit beszélgessünk. Jó napot, uraim! Ezek az én embereim. Lopan, lerobbantunk, biztos úr. Hát... Mi a baj? Tiszteletem, fiatal ember. Jöjjön a boltba. Na, öreg. Szia. Mi újságban a Csipet csapattal? Megsétáltatod őket? Figyelj, most nagyon nagy akció. Gyere már, légy szíves egy kicsit. Itt izé hátul kéne a rendőri segítség. Hátul? Mert mi a baj? Valami baj van, uram? Azon megmutatjuk biztos úr, és specialistának kell segítsége. Igen. Mi újság, jobb kéz? De figyelj, mert a hormontablettát szesz, mint elkezdett volna nőni a csöcsöd. Elkezdett mit? Hangod is magasabb. Most átalakítom műtétre. Mi van? Készülsz elő, vagy mi? Csak kérdezem, bazd meg, hát nem lehet kérdezni? Hát ez minek kérdezi fasságot? Én azt nem értem. Mert ezt látom rajta, tudod? Csücsörítesz, pucsítva jársz. Mi van? Tudom, mi vagy. Tudom, mi na. Vagy. Buzi! Na, mit csinálod? Figyelj csak. Most mit kell engem? Mi van, öreg, mostában nézted az Twilight-ot? Rá vagy állva? Nem. Hormonális változásokon mész át esténként, vagy itt teszed és Twilight-ot nézel, vagy mi van? Ó, vagyok, az jó lenne. Tényleg kicsit csirdogálsz. Kicsit nézed. Mi vagy, öreg, még mindig? Megmondom őszintén, tényleg most erre rátapítottál. Tényleg bánatom van, szerelmi bánat. Tudod? Már megint belém vagy szerelmes, mi? Nem. Most komolyan szólok hozzád, egyszer azt ki elbohockodott, tudod? Mi újság van? Szevasszok. Szálljál ki egy kis sivatagi levegőt, szív. Jó? Szia, mi újság? Jó vagytok? Minden oké? Okay? Hát majd mindjárt nem lesz oké. Okay. De most megint csináljátok a feszültséget. Faszomat vágjon már bele, most mi van? Tudod, hogy szeretjük a feszültséget. Igen? Ez most a... Csend. Tudod, ha... Hogy is mondjam neked. Fokozzuk a feszültséget a kis csenddel. Így nézzük csendben. Kapsz egy kis meglepetést, öreg nyugi. Egy meglepetést? Így van. Így van. Azért ne csináljátok más fele. Süba jöttök van. Azok ezt nem bírtam bent tartani. Bocsánat, de csöndbe vagyunk. Mi van, öreg? Igen. De most komolyan, de ilyen sejmes hangot szól. Maradjál csendben, légy szíves.
Szia! Szia, szöreg, rég találkoztunk. Szia, mi a helyzet? Te normális vagy? Odafigyelj magadra, bassz. Tiedre a főnök előtt. Tiedre. Figyelj csak! Tiedre. Te még egyszer a betont hiába ütöd. Nem tiedre a főnök előtt. Fejezi. Az már kijárt a passzopolnak. Ez igaz, üssed a geci. Mi van, kalap geci? Bocsánat, elnézést. Mi van te passzopó? Hát én nem vagyok csücska gyerek! Há? Hiába popázol! Állj le, öröm! Jó van, csak egy kicsit... Jó van, állj már le, Dick. Most mit kell itt erőszakoskodni, á? Jó van, nyugodj már meg! Fogd be a pofám! Mi van? Biszket a lyukat? Mi hoztunk ide, öreg? Igen? Hát ugye adtam neked egy választási lehetőséget. Ja, igen. Mondtam, aha, emlékszel erre. Jó, de azt mondtátok, hogy pár nap. De ez még nem telt le. Hát ez dehogy pont nem. Pár nap volt. Ez pont három nap. Várjál meg kicsit. Hogy döntöttél, vagy nem gondolom, döntöttél még? Nincs nálatok egy érme, amit fel tudunk dobni. Figyelj már ide, bazd meg, ne poénkodjál. Na, megint egy dollár nélkül mászkodsz. Szent nincs nálad, te hajléktalan, te ilyen kórás. Komolyan kérdezem. Egy ilyen fél éres szentelen. Ez nem poénkodás, mit? De figyeltek már ide. Döntöttél, vagy nem? Figyelj már amúgy, öreg, ennyit ér neked a barátaid élete, bazd meg, hogy egy pénzérmét akarsz feldobni értük. Komolyan? Én hiszek a karmába. Meg a pinába, meg a karmába, vagy nem? Szarházi vagy. Én? Hát még nem döntöttem. El kis időt kérnék még. Hát ideje pedig. De nem, nem, te normális vagy? Te mi a passzom van belőtt, bazd meg? Jó, van, kivel kezdjük? Te pszichopata, geci vagy? Melyikkel kezdjük? Ha? Kit akarsz elviszni először? Jó, srácok, figyeljetek, lapátot remélem beraktátok, mozásót, meg ilyeneket. De ne lövöldözni málandóan, bazd meg. Mit kell lövöldözni? Szépen beszélj a főnököddel. De miért kell lövöldözni? Szétütted a lábamat. Bazdik, most akartam... Szarom rá a lábadat. Fotbal is felenni. Lefosom a lábadat. Steptáncra hívtak meg. Serdülő steptánc csoportba itt a városba. Most mit fogok mondani? Pedig lehet, hogy... Leigazolt volna a Real Madrid, nem? Hogyha most nem lőttelek volna a lábon. Hát most nem is értem ezt. Jó, akkor döntöttem, igen. A válasz... Legyen tánc, vagy mi? Zárcsökkentésbe hiszek. De jó van, legyen akkor... Mit kell csinálnom, bazd meg? Pől kell nyomnom a Jokert, meg a Lolit? De ezt mi? Erre veritek ki aznap este, vagy mi lesz? Amúgy. Ha kérdezem. Most komolyan kérdezem, hogy miért jó nektek? Vagy feldobod őket a rendőrségem, vagy meghalnak. Jó, van, mi az, hogy miért jó nekem, bazd meg? Hol a gyógyszer? Ellopták a gyógyszerem, azóta sincs meg. És ezért börtönbe kell, hogy menjenek. Hol ebben a logika? Azt még ki is volt elítene nekem, hogy hol. Jó van, nagyanyád kendőjét, vedd már a fejedről, mikor hozzám beszélsz. Jó? Na mász le, öreg. Nem, ezt nem neked mondtam. Nemnek, bocsánat. Annak mondtad. Annak a csávónak volt, mert látod, hogy nézzem, kibán engem. Tudod? Közelegem lenni belőle, öreg, de nagyon. Ne csináld már ezt most. Ez nagyon sírni. De úgy osztál, hogy mi a szarnom kell, bazd a kurvára, mert parpapába szorítom vissza a rohadt dögöt. Érted? Ez van, hogy 45 cm egy bébi krokodil. Egyet. Ez van, mint a bébi krokodil. Figyelj csak. Oda fel egyet a bokorba. Jó, döntöttem akkor. Mi a fasza? Na, eldöntöttem. Na, mondjad. De mondjam is el. Na. Hát mi a faszra válunk, szóval minek vagyunk itt, aki a kibaszott sivatag kellés közepén. Szerinted mi a fasznak jöttünk ki? Jó, akkor pöl adom a Jokert meg a Lalit, jó? Akkor legyen ez. Na. Melyik legyen? Hogy pöl adom a Jokert meg a Lalit. Mint hogy inkább meghalljanak. De... Én nagyon csalódtam benned zokni. Komolyan mondom. Ez szép egy barátod, hogy felnyomod a barátaidat. Hát te kényszerítesz rá, bazd meg, inkább halljanak meg. Hogy hallj meg te. Az most az a baj, hogy nem érek az rá. Az lenne a helyes, nem? Nem, ez most nem érek rá. Tudod, van egy csomó dolgom. Jön a puja, négy nőt baszok egyszerre. Miért? Miért lenni patkány? Figyelj már. Igen? Tiéden állva kellene könyörögni, baszok, hogy téged öljünk meg, ne a barátaidat, hülye. Hát, ez a minimum. De ne lőd már szét a lába, mert most nagyon pály. Szarom le a lábad. Hagyod, hogy könyörögnek kellene az életükért. Kérlek, de... Így jó? Új, nem, de szép a fejed. Kérlek, ne! Zokni, apu. Figyelj csak, bekapom a kis passzodat. Na figyelj, öreg. Igen. Visszaviszunk oda még a barátaidat, töltsél el velük egy utolsó napot, vagy valami. Levíts ki a gyógyszert még, ha tudod, hogy merre van. És majd amikor kedvem tartja, akkor majd megkereslek, jó? Használk ki az utolsó alkalmat. Jó, legyen. Én nagyon fogom várni.
Figyelj, lehet, hogy nem egy napot kapsz egyet, tehát lehet, hogy 20 perc múlva rácsörgök, hogy mizu. Azonban, hogy lemerül a teló. Hát bazdnak a füledben nem merül le a csip. Dehogy nem, most érzem egy térerő is. Fogd be a pofálat, jó? De most bazdnak nem rosszból mondom. Nem kell magyarázkodni. Ne szemtelen kedjem öreg a főnökkel. Kinek érzed magadat? A főnökkel beszél az ember. Figyelj csak ide! Igen. Megbitattuk az eseményeket. Megértetted, hogy mi lesz? Ki ellenkezett? Na. Vigyélek már vissza. Bazdnak szétlőtted a lábamat. Megint vigyem haza. Vigyem én haza. Na, inkább megyek gyalog hagyd a gecibe. Vigyük el ketten. Á, hagyjál, hogy tényleg sétálunk. Tied, vizet, na, hát az enyém, mert persze. Kicsi barát megcsinálom, tied, de? Van is az öreg. Na. Persze. Srácok, kocsimira figyeljetek, jó? Karcolásnék, figyeljetek le. De tényleg, mert vizé... Kaszkék még. Még leasingeljük. Gyere már öreg, dehogy is zsebből vettem meg. Az helyzet öreg, hogy ebben csak heteró külhet meg, úgyhogy csomagtartóba kell bepattanod. Elmondtam, nem? Maradjunk. Micsoda, nem hallottam. Mi van? Nekem szóltál? Na, öreg. Igen? Jó, menjünk, öreg. Most mi van? Hallottok engem most? Sziasztok. Hallunk, sajnos igen, hallunk. Mi a helyzet? Jó minden? Ú, hogy mész ezzel a kocsival? Nyomott pász! Ú. Mit magyarázom? Ilyen autóban nem ülsz soha többet, öreg. Nem is akarom. Hogy soha többet semmilyen autóban nem ülsz ki. Na. Azért... Kezdesz messzire venni jobb kéz. Nem vagyunk barátok, bazdnek. Hát erről beszélek. Beszélj, csókerrel szép. Hol a gyógyszer. De azért, na. Érted, mielőtt felnyomod őket, legyen nagyon nagy jó barátja. Péter, kösz az ötről. Kérd a gyógyszert. És sanszot adjál nekik. De hogyha megvan a gyógyszer, akkor nem kell börtönbe menniük, nem? Ez úgy szól. De mindenképpen oda fognak menni. De miért? Mert én azt mondom, bazd meg. Hát jó, és kit, most nem az a lényeg, ez. Mi a lényeg? Hát hogy most akkor miért jó neked? Azért bazd meg, hogy tanulják, hogy leckét nem fognak tőlem lopni. Hát de nem is tudják, hogy ki vagy te, bazd meg. Mindegy, miattad ja, lopták el. Nem. Hülye voltál, nem is lopták el, jobb kézette meg a ráka belét kenyérrel. Ez nem igaz. Dehogy nem tetted meg, te dagad geci. Magába ez nem igaz, de milyen dagad geci. Te etted meg, bazd meg. Hát ki vagy hízba, di? Magába ette, vagy hogy ette meg? Nézd meg ilyen nagy csimpás csöcseid vannak. Teszel annyit, mint a nyű. Állítom. Most mondjad akkor, nem így van. Nem, bazd meg, kurvára nem így van. Miről beszélsz? Nézd már meg, hát akkor a picsád van, mint a keberített kád. De most ez nem rossz. Na jó, álljunk meg. Nem kell, figyeljetek ide, nem keberekedni. Állj meg, főnök, csak megbeszéljük. Szállj ki, öreg. Nem bírok kiszállni, beragadt az ajtó. Légy szíves, segítsél meg. Figyelj már, öreg. Igen? Szerintem az a legjobb, hogyha megfognánk. Itt balesetnek tűnne. Ezé, túlhajszolt, vén, csöves rendőr, merevedési zavar, homoszexuális beütés. Ez se igaz. Lezuhan az autópályára, megtörik, szítlocsan az agya. Magába eszed a gyógyszert, azt rámpogod, én szopok miatta. Fogd a pofára tőle. Bocsánat, elnézést. Ezt akarod? Figyelj, mert elmondtam jobb kéz úr, mert tisztelettel beszélsz, világos. Én azt hittem, jó, figyelj. Lehet, ezt a Twilight-ból tanultad meg. Én letörőlek a Facebook öreg, ismerőseim közül, hogyha így viselkedsz. Ilyenekkel ne is fenyegetőzzél. Micsoda? Neked kussa neved, bazd meg, azt csinálod, amit mondunk, és megyünk. Jól van már, mit kell pölszívni magatokat? Tiszta idegesek vagy. Akkor üljél be. Nem kiegyensúlyozott az élet, hogy mi van? Mit kell idegesek? Az lenne, ha megölnélek amúgy, akkor már az lenne. Az igen. Claudia, kösz szépen, az ezres. Nem is az élet, meg gonddal kevesebb, mert ez csak gond. Ilyenekre, meg az Adrienekre van eszed, mi? A kalapokra, meg a Sanyikra, meg a tökön tudja. Kalapkabát lesz. Kalapkabát, öreg, érted? Kalapkabát. Ezt mondom. Hazd meg. Én már nem bírom ezt a stresszt, komolyan. Na nyírjuk már ki valamelyiket. Pont lezárom amúgy. Úgy lelőném még egy barátját. Melyiket? Hát, én melyiket lőtted le? Melyiket? De mit kell öböldözni? Te figyelj már ide! Figyelj, jobb kéz, legközelebb hagyom, hogy te állalak. De miért nem töltöd le a kodot, hogy itt van balra. Jézus! Jó! Te... Lőd ki a kerekét a faszomba. Figyelj csak ide! Szia, jó vagy? Mi az a szinkron? Nem értettem. Szinkronul szóba jönök lehet. Megint ásni kell, tudod, be van állva a hátam. Figyelj, itt kirakod öröket, takarodjál haza. Jó, köszi, figyelj csak, menj. Nem visszük el az izé. Köszi a pubart, sziasztok. Nem magyaráz a gyógyszeremet, kerítsd elő.
Rendben. Jó, jó, szia. Mindig ez az erőszakosság, bazzag, amit itt ne haragudjatok, de... belekényszerítenek állandóan. Van egy buszjegyet cigire kéne. Nem, hogy igen. Én nem mondom őszintén, hogy igen. Meg hogy néha. Melyik szerú ez? American Reality. Nem tudom, hogy jól mondom-e, az nem? De hát mit játszunk már nagyon régóta? Tomi, össze 400-at. Remélem, így visszaintegettem Tomi. Mit csináltam. Hát ilyen moslékot kurvára réged. Sziasztok. Nagyon finom polgármester. A konyhába, az ragd le. Faszt a keszed. Azért, mert ilyes vagyok. Hulladnál meg. Kanapé, meg sír. Ja, amúgy tudom, hogy a szemmer nosztalgiázik egy kicsit, arra emlékeztet, mikor a szemetet ettem utoljára, tudod? Na, kell, egy biciklis turistának az életét mentettem meg, amíg ti a passzotokat pertétek. De azt mondták nekem, hogy beszálltál valami terepjáról, mert mégis szereltem, nem láttam. Igen, ilyen fekete kocsiból. Így van, de aztán ott segítettem, mert defektet kap, kicserélni a kereket, arra jött egy biciklis, az torokra vette a darazsat, elájult minden allergiás reakció, tenyérélen, homlokon vertem, pőköhögte, dír, talán a gerincen rúgtam, ez magához tért meg. Joker folyik megint a nyálat, töröld már meg. Aj, fejez, igen, mert ez a szar lezsibasztotta a pofámat, amit adtál nekem menni. Kaja néven! Hogy jöttek ők az RP-be? Hát két éve. Azt hittem, hogy savankár. Persze, Kállító persze. Ez van öreg, minden fasz. Figyelj csak, Emilio. Szeretném, hogyha pülálnáról a kanapéről, mert ez a Jokeri. Ez az én kanapém. Amúgy nem, az az enyém. Az meg az ez az én házam. Ami zöld, az az övé. Ja, amúgy igen, meg ami ilyen, mint ami nálok. Szóval faszod is zöld, ugye öreg? Mert akkor az a Jokeri. Persze, zöld, mert annyira megszokottad, bekékült, ez most meg zöld. Érted? Akkor én nem tudtam. Zöldre szoptad a passzomat. Neked is pukkant már el az élet? Joker? Nem, te. Neked is pukkant már el egyszerért? Hogyne. Benne. Nekem én nekem az életembe pukkant elér mostanában. Azért nincs már faszod. Amúgy nem baj, hogy elhoztam az Emily kisasszonyt is, mert mondta, hogy éhes voltam, hát akkor jöjjön. Meg itt a polgármester asszony, itt egyébként ő erősködött, hogy bemutatja. Végigmutatta azat, hogy minden az övé, ezt én nem hát győztem mondani, hogy ez hazudik. Eni, kösz szépen a 200-at, nagyon szépen kösz. Remélem, Emily kisasszony nem haragszik. Hát figyelj, de én megmondom őszintén, hogy nekem azért bögyönbe van. Kis famzer. Jó, hát mindjárt vissza az állomásra. Haszokkáld aki akkor hát, hogy összehányja itt az egész lakást. Akkor most vissza, inkább ne verjed, jó? Én elviszem akkor, azt majd jövök, mert már lejárt. És jó? Akkor velem leszek kettesbe. Figyelj, csak pont hívtak, hogy mennem kell. Jó, takarodj, aludni? Cső! Sintértelepre. Akkor jaj, menjél, maradjál is ott a faszomra. Hát neked nézek helyette, remélem, damad geci. Remélem, majd többször is meghívjunk, finom ebédre. Csomagolnak meg persze. Szeva? Mész alukálni? Hát megyek hát. Jó van, szemben. Na csá. Aztán fel ne kelljél. Bezárom az ajtót, te rohadt... Tessék. Szemétláda. Srácok, tap, most jön a duplázó. Nagyon szépen kösz mindenkinek, hogy itt voltatok, Tomi, Eni, Carlito, Tomi, Claudia, Péter, Ádám, Jackson, Adrián, Csabi, Zsolt, Benjamin, nagyon-nagyon szépen kösz mindenkinek. Bárki feljött a szerőre, persze? Very nice! Very good.
Vége a live-nak, igen. Vége lesz. Zsuzsi megy TikTok live nézni. Megyek izéni, remegni. Amúgy... szoktam nézni amúgy. Boxolásokat. Srácok, nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok. Sziasztok! Hello! És csók a családnak mindenkinek. Sziasztok!